Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, távolabb megyek a mikrofontól, mert erős a hangom. Én történész vagyok, és gondoltam, hogy azért a gyász évforduló előtt nem szabad megállnunk említést nélkül. Én most nem a tényeket fogom felsorolni, nem száraz, pici, kis előadást tartok, hanem egy gondolkodásra hívó, gondolkodást ébresztő, pici, együtt munkálkodásra is hívó elmélkedést, mivel ugye magyarok vagyunk, itt vagyunk, tehát akik itt vannak, azok tesznek is a magyarságukért, hűséggel, szívvel, lélekkel, bölcsen és férfi tettel. Tehát ugye így tettek a rongyos gárdisták is annak idején például, akik tízszeres túlerővel is felvették a harcot, és ezzel éket vertek Trianon kőfalába. Tudjuk jól, Máderspach, Héjas Iván, Prónai a tízszeres túlerővel is ügyesen cselt, vetve felvették akár az ágfalvi 1921. augusztus 28-ai küzdelemben, amikor rézmozsarakat osztottak ki egymás között, és adott jelre belelőttek a pisztolyukkal a rézmozsárba, és az osztrák Volkswehr csapatai megijedtek, mert azt hitték, hogy kartács tűzzel verik őket, tehát utána még Héjas Iván a bécsi polgármestert is foglyul ejtette, aki az új, ugye Ödenburg nevű Sopront elkeresztelték már, ugye a Várvidék központját, a Burgenland központját annak, és már a barátnőjének be akarta mutatni az új birtokot, hát ugye nem eszik olyan forrón a kását. Tehát a rongyos gárda példája is melegítse a szívünket, hogy milyen gyorsan meg tudtak szerveződni. Gondoljunk csak bele, ezt csak azért említem, mert nem biztos, hogy a történelem könyvek lapjaiból még tanulhattuk. 1921. október 4-én Bónis Lajos, aki egy katolikus atya volt, katolikus atya is szolgált a nyugat-magyarországi csapatoknál, Prőle Vilmossal együtt, és Zadravec Istvánnal, ugye ha nincs Zadravec, nincs Horthy. Zadravec István volt az, aki Horthy Miklóst rábeszélte Szegeden a tépelődéseiből, kiszakítva, hogy igenis legyen Magyarország kormányzója, Magyarország vezetője. Tehát mind a három atya ott tevékenykedett a rongyos gárdisták között, és 21. október 4-én egy Isten tiszteletet követően Felsőőrön átalakultak alkotmányozó nemzetgyűlésé. Kinyilvánították, hogy a hátuk mögött lévő velencei tárgyalásokba nem egyeznek bele, nem akarják az osztrák uralmat sem, ugye ahol, ha lehet így mondani, a szociáldemokrata kormány miatt a kommunizmus burkolt rabigája volt várható, hanem inkább egy önálló államalakulatot hoznak létre. Tehát így született meg a Lajtabánság 21. október 4-én, 10 tagú kormányzótanács, 6 tagú államtanács és 4000 fős számláló nemzeti hadsereg, aki felesküdött Prónai Párra, mint a Lajta Bárra. És ott integettünk, jó, én is integettek. Vámtarifát hoztak létre, illetve három nyelvű kiáltványt nyilvánítottak ugye a magyar, a világ népei számára, bélyeget nyomtak, hivatalos újságjuk volt, tehát gyakorlatilag a semmiből szinte megszerveződött egy önálló kis állam, ami, ha Horthy Miklós nem dönt úgy, hogy hivatalosan ugye diplomáciai síkra tereli a küzdelmet, meg is maradt volna egy önfenntartó kis államalakulatnak. Csak aztán ugye október 30-án meghívta a vezetőket, és itt ugye meggyőzte őket, hogy most egyelőre vonuljatok ki. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy 22. júniusában újra megkezdték a támadást, Francia Kis Mihály, Máderspach, Prónai, Héjas Iván, és Lovásza térségében még sikereket is értek el, csak az volt a probléma, hogy elfogyott a muníciójuk. És ahelyett, hogy a csendőrség támogatta volna őket, lefegyverezték őket. Tehát sajnálatos módon ezt kell látnunk, hogy a kormány, a hatalom akkor sem akarta feltétlenül a nagy Magyarország visszaállítását. Ugye mi van most? Próbálnak jó szomszédi viszonyt fenntartani a kormányok, gyakorlatilag az összes kormány, ha hatalmas magyar verés van, vagy akár a
felvidéken ugye a futballistákat összeverték régen, vagy délvidéken a palicsi magyarokat, látom az időt is. Bizony, csak az lesz egy ilyen óvatos elnyebejnyézés. Óvatos elnyebejnyézés. Én meg azt mondom, hogy az igazság mellettünk van. Az igazság a Jóistennek is kedves, és a Jóistennel minden hamisságot el lehet törölni. Tehát a defenzív külpolitikát föl kell váltani egy harcos offenzív külpolitikára, a nagyhatalmakat ostorozni, mert igenis az ő hibájuk volt az, hogy megtörtént Trianon, egy kultúrnemzetet balkáni szintre süllyesztettek alá, ugye nem megbüntették Magyarországot, hanem fölnégyelték, a 70%-át elvették, és a lakosainak is a kétharmadát szinte. Azt kell mondanom, hogy igenis nekünk a történelmi tényeket kell csak feltárni nemzetközi fórumokon, egyre másra, illetve a nagyhatalmakat ostorozni. A környező népek áltörténelmi dákóromán elméleteit, nagymorva tévképzeteit pedig rendre szétrobbantani. És mit tehetünk mi magunk? A környezetünkben szítsuk a tüzet, mivel magyarok vagyunk, és minden magyarnak fáj Trianon. Gondoljunk csak bele, ha most meg lenne a nagy Magyarország, milyen gazdagok lehetnénk, de így is gazdagok vagyunk szellemben és lélekben. Remélem, még tudok majd később nektek szünetekbe verset is mondani. Most akkor visszaadom a szót. Nagyon dr. szépen Tamás köszönjük. Úrnak. Mivel aktualitása van a WHO egyezmény 27 és június 1-e közötti lehetséges aláírásának, szeretném ismertetni a tegnap este megjelent Szőke Mária Magdolnának a hírlevelét szó szerint. Zsákutcába futott a WHO hírhedt pandémia szerződésének kivitelezési tárgyalása. A tagállamok nem tudtak pénteken megállapodni a szerződés tervezett szövegéről. Ez óriási eredmény. A WHO globális világjárványokról szóló szerződésének kidolgozására tett globalista erőfeszítések egyelőre meghiúsultak több mint két évig tartó tárgyalássorozat és spekuláció után. Értesüléseink szerint pénteken elakadtak a tárgyalások az Egészségügyi Világszervezet hírhet és rettegett pandémia szerződésének tervezetével kapcsolatban. A 194 tagállam ugyanis nem jutott dűlőre a szerződés tervezett szövegének meghatározásáról. A tanácskozást összehívó, az Egészségügyi Világszervezet kormányközi tárgyalótestületének, a WHO, INB elnökei május 24-én elismerték, hogy a tárgyalópartnerek nem tudják időben elkészíteni az egyezménytervezetet a kezdődő 77. Egészségügyi Világközgyűlés, WHA, ami május 27-én lesz, és a szerződés jóváhagyásának ekkor kellett volna megtörténnie. Ez így nem fog. Ugyanis a két év óta tartó tárgyalások pénteken úgy zárultak le, hogy nem született meg a globális megállapodás végleges tervezete arról, hogyan lehet a legjobban kezelni a következő járványt, amely a közegészségügyi tisztviselők szerint biztosan eljön. Főleg, ha valakik mesterségesen előidézik ezt, vagy esetleg újfent, akár a COVID esetében valótlan adatokra támaszkodva meghirdetnek egy újabb pandémiát. Nem vagyunk ott, ahol reméltük, szó szerint idézetet mondok, nem vagyunk ott, ahol reméltük, amikor elkezdtük ezt a folyamatot. Jelentette ki pénteken Roland Reiss, a WHO tárgyalóbizottságának társelnöke az ülés befejezése után. A végleges szerződés tervezetet a jövő heti egészségügyi világközgyűlésen az egészségügyi miniszterek éves genfi találkozóján mutatták volna be. Ez nem kudarc, magyarázkodott Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO vezetője Genfben a tárgyalások után. Mindent megpróbáltunk abban a hitben, hogy bármi lehetséges, és megvalósítjuk ezt,
mert a világnak még mindig szüksége van egy járványszerződésre, állította a WHO terrorista vezére. A kormányközi tárgyalótestület 9. ülésének záróülését 2024. május 24-én pénteken tartották. A megbeszélésről készült felvétel elérhető a Szőke Mária Magdolna hírlevelének oldalán van egy link, ahol a teljes kormányülés, illetve ennek a szervezetnek az ülése megtekinthető. Hivatalos dokumentumokat nem tettek erről közzé. Emellett még nincs hír a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat javasolt módosításairól sem. Nem sikerült egyelőre megegyezniük, de persze még nem adták fel. Az eddigi tárgyalásokon tehát nem sikerült megállapodni semmiről, és mint mi is megírtuk, több ország már is jelezte, hogy nem írja alá az államok és kormányok döntésjogának lenullázásával járó pandémia szerződést, mely egyenes utat jelentene az emberek szabadságának eltörlésére a Földön. Az Agence France-Presse közölte, hogy látott egy megállapodás tervezetet, amelynek nagy részét jóvá hagyták ugyan, de számos más szakaszt viszont nem hagytak jóvá a tagállamok képviselői. Egyelőre nem világos tehát, mit is fognak tenni hétfőn a WHO vezetői, ugyanis ekkor kellett volna megszavazni a pandémia szerződést, azonban a szerződés tervezet nélkül ez most egyszerűen nem történhet meg. Köszönöm. Olvassátok Szőke Mária Magdolna hírlevelét, napi szinten tesz jó néhányat, 2-3-at a friss világhírekből. Köszönöm. Megkérünk mindenkit, hogy foglaljon helyet akkor. Elkezdenénk a háttérhatalmi merényletek és választható gyermekkori oltások címmel létrehozott kis beszélgetésünket, jó? Először dr. Uhrig Tibor fog előadni nekünk, összefoglaló a választható gyermekoltásokért mozgalom tevékenységéről. Amit már előzőleg is említettem, még megemlítem, hogy gondoljuk bele, hogy megszületik a csecsemő, és semmi joga nincsen a mai jogrendszerbe. Tehát azt csinálok vele, amit akarok. Elveszem az anyától, elviszem, ide teszem, oda teszem, elvehetem. Hát neki is kell, ő is élet, ha már a fogantatáskor tulajdonképpen benne van a lélek, és onnantól kezdve úgy kell kezelni, mint embert. Tehát, és nagyon meg kell nyomni, mert ez a járvány kapcsán az oltások annyira kijöttek, hogy mennyire rosszak. Ugyanazok a cégek gyártják ezt az oltást, és nem várhatunk tőlük, hogy nem lesz benne mRNA-s. Magyarországon a járvány alatt egyetlen egy oltást nem ellenőriztek hivatalosan, amit beadtak. Egyetlen egyet sem. Gondoljuk el. Hogy lehet bízni ilyenekben, jó? És akkor átadnám Tibornak a szót, ő beszélne erről. Sok szeretettel köszöntöm minden jótokat, megjelenteket, és ma egy elég döbbenetes képet fogtok kapni arról, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban. Úgyhogy kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, mielőtt leesik a székről. Azzal kezdeném, hogy én magam hogy kerültem, hogy csöppentem bele ebbe az egész oltásügyi történetben, mert alapvetően sebész vagyok, egészségügyi diplomás, egészségügyi menedzser, közgazdász, egészségügyi auditor, aki 2021. januárjában egy kormányzati titkos felkérésre írtunk egy úgynevezett kormányzati előterjesztési programot, hogy mi ez a COVID, mi ez az mRNA-s oltás, és hogy a kormányzatnak mi lenne a feladata, teendője ezzel kapcsolatban. Egy amerikai és egy magyar PhD kutató barátommal hármasba megcsináltuk az anyagot, amelyben azokat állapítottuk meg, hogy ez egy mesterséges kimér a vírus, az mRNA-s az egy biofegyver, be kell tiltani az itthani beadását, és a hagyományos oltóanyagok csak jók erre, de egyébként járvány alatt azzal sem illik oltani. Egy nemzeti konzultációt javasoltunk Magyarországon, ahol tájékoztassák a lakosságot arról, hogy itt miről van szó, és hogy ezzel hogy lehet védekezni. Az volt a véleményünk, hogy első a prevenció. Nem két hétig karanténbe tartjuk a szegény, szerencsétlen, esetleg fertőzöttet, hanem azonnal elkezdjük a kezelését. A másik pedig, hogy vannak vírus ellenes szerek, amik ezek ellen hattak, ilyen például az ivermektin vagy a hidroxiklorokvin,
egy hang nem volt erről, sőt, belettek tiltva ezek a szerek. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy még most is szigorúan tilos Magyarországon ezeket a szereket forgalmazni, vagy erre azt mondani, hogy ez vírus ellenes, vagy esetleg a Covid ellen hat. Miközben az ivermektin feltalálója néhány évvel ezelőtt Nobel-díjat kapott ezért a szerért. No, a kormány válasza a feltett az anyagunkra, amit beküldtünk, nulla volt. Egy hangú választ nem kaptunk, a szószoros értelmében tulajdonképpen mély hallgatásba burkolózott. Utána körülbelül 3 hónappal később kaptunk egy félig hivatalos visszajelzést, miszerint, hogy mindenről tudtak, amiket mi leírtunk, de nem baj. Ha tisztul majd a nemzetünk, legfeljebb meg fog halni 6 millió magyar. Értitek? Azt üzenték, nem baj, tisztul majd a nemzetünk, legfeljebb meghal 6 millió magyar. Hát hidd el. Na most, rájöttünk akkor, amikor ezt a vizsgálatot végeztük, hogy nagy bajok vannak általában az oltásokkal, a vakcinákkal. Ezeknek az összetételével, minőségével, terjesztésével, magával a védettség kérdéskörével, az oltások szövődményeivel, a gyermekkori oltási rend hazai kötelező jellegével és a vakcinák biztonságosságával. Itt szeretnék nektek egy rövid cikket felolvasni, nagyon friss, 2024 márciusi, Joseph Mercola, akiről talán már hallottatok, ennek a cikke. A címe az, hogy a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos illúziók eloszlatása. Tehát a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos illúziók eloszlatása. Így kezdődik a cikk. Oltóanyagipar szándékosan félrevezet minket a vakcinák kockázatairól és előnyeiről, hogy profitot termeljen, nem törődve az emberi szenvedéssel és a közegészségügy idővel történő lerombolásával. Példa. A gyermekbénulás elleni vakcina többek között azért nem működött, mert a gyermekbénulást nem egy fertőző vírus okozta, hanem egy toxin. A gyermekbénulás vírus egy kommersz vírus, amely teljesen ártalmatlan, ha csak nem támadják meg ezt toxinokkal. A definíciók megváltoztatása a vakcinaipar forgatókönyvének a része. mRNA-s géninjekciókat elnevezték védőoltásoknak. A gyermekbénulás elleni vakcina többek között azért sem működik, ezt már olvastam, viszont a vakcina definíciók radikálisan megváltoztatják, hogy lehetővé tegyék a kísérleti módosított mRNA-s génterápia, génmódosítás alkalmazását. Jelenleg is folyik az Európai Gyógyszerügyi Ügynökségbe egy ilyen típusú definíció módosítás, hogy mindenképpen beszuszakolják az mRNA-s típusú oltóanyagokat az úgynevezett védőoltások kategóriájába. Majd utána megtudjátok azt is, hogy miért akarják ezt a gyógyszeripar. A placebo kontroll teljes hiánya. Erről már többször beszéltünk, Pozs doktor is többször említette. Az átverés másik része az, hogy a vakcinát egy vakcinát egy másikkal hasonlítják össze kontrollként a valódi placebo helyett. Egyszerűen nem lehet bizonyítani, hogy egy vakcina biztonságos, ha egy másik valószínűleg nem biztonságos vakcinával hasonlítjuk össze. Ez józan parasztészer is be lehet látni, hogy ez így van. Mégis ezt csinálják. Ebben az interjúban, amit a Mercola doktor készített dr. Susan Humphreys-zal, az 2013-ban megjelent Dissolving Illusion Disease, Vaccines and Forgotten History, vagyis az illúziók feloldása a betegségek, vakcinák és az elfelejtett történelem című klasszikus könyvének nemrég megjelent frissítéséről beszélt. Dr. Susan Humphrey orvos, a szakkönyvírója szerint, hallgassátok, nem létezik hasznos vakcina. Még a himlő vagy a tetanusz sem. A tetanusz sikeresen lehet ugyanis kezelni nagy dózisú intravénás C-vitaminnal, mondja Humphreys doktor, más fontos tápanyagokkal is. A C-vitamin azért hat, mert a tetanusz egy bakteriális fertőzés, mint ahogy tudjuk, amelyet egy obligát anaerob baktérium okozza, amely oxigén jelenlétében nem képes életben maradni, elpusztul. Egyéb oxidatív terápiák is jók, például a hidrogénperoxid vagy ozonterápia, nem sorolom. A biztonságos és hatékony oltásokról szóló narratíva egy gondosan kitalált illúzió. Ezt mondják. Az illúzió szó nagyon találó, mondja Mercola, mert az oltóanyagipar valójában az illúziók terjesztéséről szól.
Szándékosan félrevezet bennünket a vakcinák kockázataival és előnyeivel kapcsolatban, hogy profitot termeljen tekintet nélkül az emberi szenvedésre. Humphrey doktor azt mondja, amit megtanultam ez alatt a 15 év alatt, amíg ezzel foglalkoztam, az az volt, hogy ugyanaz a régi történet újra és újra ismétlődik. Néha megkérdezik az emberek tőlem, mondja Humphrey doktor, mi a hajtóerő? Miért csinálják ezt? A válaszom az, hogy nem tudok teljes kiegészítő választ adni erre, hogy bizonyára a kapzsiság is szerepet játszik, főleg az utóbbi időkben, de valószínűleg sokkal rosszabb dolgok is állnak a háttérbe. Én teszem hozzá, nem véletlenül az új generációk szándékos, előre megtervezett megbetegítése? Van a háttérbe? Gondolkozzunk el rajta. A vakcinák problémákat okoznak, mondja Humphrey doktor. Amit elmondhatunk, az az, hogy a 125 éve ugyanaz a történet ismétlődik. Nevezetesen, hogy újabb és újabb vakcinák jelennek meg a piacon, és súlyosbítják a korábbi betegségeket, amelyek nem voltak eddig igazán problémásak. Valóság, mondja a doktornő, a halálozási arány minden betegség esetében csökkent, mielőtt még létezett volna terápia, legyen az antibiotikum vagy vakcina. Mindig is kulcsfontosságúnak tartottuk, hogy segítsünk az embereken abban, hogy jobban is tovább éljenek, hogy erősítsük a testüket, ellenálló képességünket. A kulcs az erős immunrendszer. Az USA-ban a CDC évek óta titkolja a vakcinák okozta sérüléseket, mondja Humphrey doktor. Betegség ellenőrzés és megelőzési központ, ez ugye a magyar neve, a benyújtott jelentések törlésével eltitkolja az oltási sérüléseket. Ugyanis, mondja Humphrey doktor, elkezdtem jelenteni ezeket az oltási sérüléseket a CDC-nek, jelentettem őket, mert körülöttem lévő orvos kollégáim nem tették ezt. Ismerős, ugye? De aztán elkezdték elém hozni őket, és azt mondták, hogy itt van még egy Susan, itt van még egy. Minden alkalommal jelentettem ezt a CDC-nek, a CDC-től jött egy üzenet, oké, majd hívni fogják magát, készüljön. Nagyon furcsa dolog volt, 6 hónap elteltével tényleg a CDC főképviselője fölhívta a doktornő telefonon, mondja. Azt mondja, engem mint orvost, mondja a doktornő. Azt mondja, hogy azt kérdezi, mi történt veled, hogy úgy gondolod, hogy ezek az oltások ennyire problémásak? Azt válaszoltam, mondja a doktornő. Az történt, hogy figyeltem, hogy beadják a gyerekeknek az élő influenza vakcinát, holott a beteg tájékoztatóban pontosan meg van írva, hogy milyen tüneteket fognak kapni, vagyis influenzát. Azt mondja, ezt mondta erre a CDC képviselője. No, ez az én szakterületem. Én egyáltalán ilyen nem fordult elő. Majd a következmény. Humphrey doktornő törölték a CDC jelentői nyilvántartásába, és az összes adatát is törölték a CDC adatbázisából. Ez volt a CDC válasza. A COVID tömeges injekciós kampány egyik pozitívuma volt, mondja Humphrey doktor, hogy sokakat ráébresztett arra, hogy ez az mRNA-s oltóanyag, ez csak egy látszat. A COVID mRNA-s vakcina annyira mérgező, hogy bár a sérüléseket intenzíven a szőnyeg alá söprik, ahogy még soha, egyszerűen olyan sok egészségkárosodás és haláleset volt, hogy ezt a vérontást már nem lehetett eltitkolni. És mivel a kormány és az egészségügyi hatóságok nem hajlandók elismerni a problémát, sokan most már az összes vakcinát megkérdőjelezik, nem csak a Covid-oltást. Itt tartunk mi is. Egy világ omlik össze benned, amikor rájössz, hogy ez egész egészségügyi rendszer korrupt, és elmaradott, és hogy valószínűleg szinte minden betegségre van jobb terápia, mint az oltások, mondja Humphrey doktor. És tudod azt, hogy vannak orvosok, akik évtizedek óta mondják ezt, de ezeket az orvosokat elhallgattatják, szakvéleményüket figyelmen kívül hagyják. Ez volt a bevezető, ami után most rátérünk az itthoni dolgainkra és a beszámolómra. Tavaly nyáron újraindított kezdeményezésünk volt a Szülők a gyermekeink egészségért tegyék választhatóvá a gyermekkori oltásokat mozgalmunk, aminek voltak már előzményei, akit ezúton is mély főhatással üdvözlöm elődeinket, akik ugyanígy ezt a küzdelmet elkezdték és csinálták, majd belefáradtak.
Ezt a mozgalmunkat az orvosok a tisztánlátásért, az KIT Egyesület és a most megalakult Új Magyar Orvosi Kar keretében, és azon túl is a Pannonkincstárban, majd itt a Lurdi rendezvényközpontban számos előadás keretében, több száz fős érdeklődő közönség előtt igyekeztünk feltárni a fenti problémákat, amiről előbb beszéltem itthon is, valamint rámutatni azokra a súlyos szakmai hiányosságokra, áltudományos narratívákra, majd igyekeztünk szakértő kollégáink segítségével megoldásokat, terápiás javaslatokat adni az oltássérült gyermekek szüleinek. Egyben, levélben, interneten, vlogokban, weboldalakon és személyes szakmai kerekasztal keretében próbáltuk felhívni a magyar közegészségügyi és járványügyi szervek döntéshozók figyelmét, hogy a magyar gyermekoltási rend szakmai felülvizsgálata szükséges, hogy az oltáskritikus családokkal szembeni hatósági retorziók tarthatatlanok. Süket fülekre találtunk, és a sajtóban csak alaptalan rágalmakat kaptunk. Nézzük a tényeket. Gyermekkori járványügyi helyzet Európában. Európában az elmúlt 50 évben fertőző gyermekjárványok nem voltak. A sporadikus előfordulások itt-ott, az nem tekinthető járványnak. A járvány definícióját kéne talán ilyenkor, hogy mindenki megismerje. Ennek dacára ebben az elmúlt 50 évben a vakcinagyártók egyre több gyermekkori vakcinát dobtak a nemzetközi piacra. Európában ezen időszak alatt a kötelezés ajánlott gyermekkori vakcinák száma több mint 10-szeresére emelkedett. Hamis az a vakcinagyártói marketing érv, miszerint, hogy azért nem volt és most sincs járvány Európában, mert az oltások ezt kivédték. A fenti hamis érv helyett az az igazság, hogy Európában az elmúlt 50-100 évben jelentősen javultak a családok életkörülményei, egzisztenciális helyzetük, valamint jelentősen javult a családi, illetve települési higiénés körülmények, például csatornázás, tiszta ivóvíz, az élelmiszertárolás, élelmiszerbiztonság, az ételek minősége, és teret nyertek a vitaminos táplálkozás és szokások, stb. Tehát a fentiek, azaz a családok, és így a kisgyermekek higiénés táplálkozási, valamint szociális jóléti helyzetének javulása okozta a fertőző betegség gyerekkori járványok eltűnését Európában. Mitől torzult el Magyarországon a gyermekkori oltási rend? Ugyanúgy Amerikában, mint az Európai Unióban is. Az azért, mert a globális Big Pharma hamis oltási marketingje, gazdasági lobbija és profit érdekei miatt történt mindez. A Big Pharma lobbistái mind az amerikai, mind az európai nemzeti és nemzetközi közegészségügyi és járványügyi hatóságokba is beépültek. Saját üzleti érdekeik szerint formálták és formálják ma is a közegészségügyi szabályokat és a rendeleteket. A vakcinagyártók 1980-as években USA-ban nemzetközi jogi immunitást kaptak a termékeik okozta egészségkárosodások miatti kártérítési felelősség alól. Nem véletlen tehát, hogy a gyártók termékfelelősség nélkül megszüntették, illetve megszűnt a nemzetközi és a hazai vakcinabiztonság. A vakcinagyártási fegyelem, a termékek, azaz a vakcinaszállítmányok minőségellenőrzése. A nemzetközi és hazai gyermekpopulációban a gyermekvakcinák egészségügyi hatásainak objektív és hosszú távú utánkövetése, elemzése elmaradt, illetve elhallgatásra került. A kettős vak próbák, az oltott nem oltott, tehát placebo kontrollos, valid, hosszú távú összehasonlító statisztikai elemzések is megszűntek. A hazai vakcina biztonság ügye azért is sérült, mert az Európai Gyógyszerügynökség felügyelete alá került az Európában forgalmazott gyermekvakcinák engedélyezése. Ebben az Európai Gyógyszerügynökségben, EMA, szintén ott ülnek vakcinagyártók lobbistái, akik a gyártói leíratok alapján, és itt a lényeg, mindenfajta laboratóriumi minőségellenőrzés nélkül engedélyezik Európában a gyermekvakcinák forgalmazását a tagországok felé, sőt, mivel a gyártók innováció címén rendszeresen módosítják az európai forgalomba kerülő gyermekvakcinák összetételét, így azokat is azonnal engedélyezik. A legfrissebb hírek szerint az EMA idén tervezi, azaz 2024-től, de talán már el is kezdte a BCG oltásokkal kapcsolatban,
az összes gyermekvakcinát mRNA-s alapúra átállítani. Persze erről mély csönd van, a vakcina szakirodalomban is, a sajtóban is, mind külföldön, mind itthon, hazánkban. A hazai, most térjünk át hazánkba, a hazai kötelező gyermekoltási rend rendszer hibái. 1. Minden európai tagállam maga határozhatja meg a saját gyermekoltási rendjét. 2. Miközben az európai tagállamok kétharmadában nem kötelező, hanem választhatóak a gyermekoltások, hazánkban extrém szigorú kötelező oltási rend van, és az oltás kritikus családokra súlyos hatósági retorziók, bírságolások és gyámügyi eljárások várnak. 3. Ez az extrém eljárási rend egy 1998-as népjóléti minisztériumi rendelet szabályozza, amit az első Orbán kormány hozott. Így van, és amit azóta, tehát 26 éve nem módosított és nem vizsgált senki a rendeletet sem. Környező országokban, például Ausztriában, Romániában nem kötelezőek a gyermekoltások, még sincs semmilyen kelet-európai fertőző gyermekkori járvány. Akkor az hogy lehet? Viszont, hiszen a járványok nem ismernek határokat. És ami érdekes, hogy ha vannak is sporadikus kisebb megbetegedések, az éppen olyan esetben fordulnak elő, ahol az adott oltásban részesített gyermekpopulációban fordul elő, tehát például a kanyaró esetében, akik már oltottak voltak. Ott volt újra járvány. Európában, tehát meg is néztem az országokat. Ausztriában, Cipruson, Hollandiában, Dániában, Észtországban, Görögországban, Finnországban, Norvégiában, Izlandon, Írországban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, Egyesült Királyságban, Svédországban egyetlen kötelező gyermekoltás nincsen. Megkérdeztük hivatalos levélben 17 ország egészségügyi minisztériumait, Magyarországon ilyen nincsen, hogy náluk kötelezőek-e a gyermekkori védőoltások, és ha nem, akkor miért nem. Eddig 4 ország válasza van a birtokunkban. Mind azt írják, hogy náluk nem kötelezőek a gyermekkori védőoltások, mert ők ezt alkotmányellenesnek tartják. Értitek? Alkotmányellenesnek. Adott ország. Valamint a saját nemzeti kormányaik nyílt párbeszédet folytat a járványügyi kérdésekről, a gyermekoltásokról, a választópolgárokkal, ezért teljes a bizalom a felek között. Tükör. Hasonlítsuk csak a magyar viszonyokhoz. Magyarországon 50 év alatt több mint 10-szeresére nőtt a 0-17 éves kisgyermekkorban a kötelező gyermekoltások száma és azok antigén összetétele. Különösen pikáns, hogy egyes vakcinaampulák 2-3, sőt több kórokozó antigénet is tartalmazza egyszerre koktélban, miközben ilyen kevert járványok soha nem fordultak elő. Például MMR, vagy például di per te. Senki nem vizsgálja, és nem is ellenőrzi, hogy a hosszú távon ez az extrém számú antigén, azaz 29 antigén 18 hónapos korig a kis csecsemőnek, kis gyermeknek, és mindez ezen vakcina antigén koktélokba beadva, milyen egészségkárosodást okozhatnak, és tulajdonképpen okoznak is a gyermekeinkben. Márpedig kimutatható, hogy Magyarországon a gyermekpopuláció egészségi állapota folyamatosan romlik. Egyre több az allergiás, az autoimmun, gastrointestinális panaszokban szenvedő, az ekcémás kisgyermek, a gyermekrák is megjelent, és dinamikusan nő az autista gyermekek száma. Sok olyan kötelező oltás van Magyarországon, ami banális gyermekbetegségre adják. Ilyen például a morbilli, tehát márányimlő. Vagy olyanok is vannak, amelyek járványokat sohasem okoztak, például a tetanusz. Tetanusz járvány sose volt. Vagy olyan kórokozók antigénjét adják be a gyermekekbe, ami 15-20 évvel azelőtt okozott járványt, és a most erre a beadott antigén a mostani mutálódott kórokozóra hatástalan. Tehát nyugodtan kialakulhat mellette arról a betegségre vonatkozó újabb betegség. A külföldről beérkező vakcina szállítmányokat itthon még szúrópróba szerűen sem nem ellenőrzik. Hatósági minőség ellenőrzés alá nem vetik.
Az esetleges szennyezett szállítmányokat hazai hatósági megsemmisítéséről még sohasem hallottunk. Az oltóorvosok többségének fogalma sincs a vakcina ampulla beltartalmi összetételéről. A beadás előtt a szülőkkel nem ismertetik az adott vakcina gyártói leíratában foglalt lényeges információkat, például az, hogy mRNA-s vagy hagyományos oltóanyag, milyen toxikus adjuvánsokat tartalmaz, hatásfokozók vannak-e benne, például higany vagy alumínium, és az sem, hogy emberi vagy állati DNS vagy fehérje maradványok szennyeződésének nincsenek-e az ampullában. Újraoltás előtt az oltóorvosok túlnyomó többsége nem csináltat szérum ellenanyag szintmérést a kicsiknél. Miközben az oltássérült gyermekek perei során kiderült, hogy a védettséget igazoló szintet több tízszeresen meghaladó ellenanyag szintre is ráoltottak a perbe fogott kollégák. Ez a ráoltás ugyanis az immunrendszer kóros izgalmi állapotához vezet, ami később kialakuló autoimmun kórképek és viselkedési zavarok, autizmusok alapja lesz. Elhallgatják a statisztikai adatokat, azaz az egyre több oltáskárosodott gyermekszámok tényét. Sem az oltóorvosok, sem a szakhatóságok, sem az állam nem ismerik el a felelősségüket ebben a kérdésben. Jogorvoslat nincs, kártérítés nincs. Sőt, a Magyar Alkotmánybíróság 2007-ben egyenesen hozott egy határozatot arról, hogy a közösségi nyájimmunitás érdekében akár a gyermek halálával végződő oltás beadása is megengedhető. Az oltások ügye tehát itthon egy szent tehén, egy vakhiedelem, sőt most már vallás lett. Idézek egy levélből, 5 percem van, a oltáskárosult gyermekek szüleinek egyik Facebook csoportjának a vezetőjéről van szó, szóval az ő engedélyével olvasom fel ezt a levelet. Nikinek hívják, akinek 3 gyermekéből 2 súlyos autista. Kérdésem volt felé. Miért nem fognak össze az oltáskárosult gyermekek szülei, és demonstrálnak Müller Cecília irodája és a belügyminisztérium előtt? Válasza szó szerint idézem. Ez jó kérdés. Mit mondhatnák? A soha többi autizmus Facebook csoport egyik szülői vezér alakjaként, akinek a 3 gyerekéből 2 tacsra tettek. Értelmi sérült és nem beszélő autista gyermek anyukájaként válaszolok. Nagyon hosszan tudnék válaszolni, hogy miért hallgatunk mi oltáskáros gyermekek szülei, főleg a brutál módon tacsra tett autista gyermekek szülei. De röviden válaszolok. Miért hallgatunk? Első csoport. Akik tudják, hogy az oltások tették beteggé a gyermekeiket. Nincs módunk, időnk, anyagi forrásunk, babysitterre, megmozdulni, eljutni bárhová. Főként egyedül nevelő anyukák vagyunk, akiknek a napi élet megoldása sem egyszerű, nemhogy kiállni magunkért. Igyekszünk a gyermekek sorsát a lehető legészrevétlenebbül és legmegalkúvóbban rendezni, úgy, hogy nekünk ne a depresszió és a megsemmisülés maradjon. Ez utóbbi mondatom esetén nem kell mindjárt nagy dologra gondolni, csak egy példa, ezek a gyermekeket mindig kirugdossák az óvodákból, iskolákból. Ha nincs egy 2 méteres elszánt apuka, aki háttérben van, és utána bemegy, és rájuk borítja az asztalt. Egy egyedülálló, gyűrött, megviselt anyukába páros lábbal rúgnak bele mindenhol. Második csoport. Ők azok, akik nem tudják, nem is hiszik el. Nem olyan gáz ez a gyerek. Még el lehet vele éldegélni. Apuka nem létszelt le. Mivel nem olyan gáz a gyerek, élik az életüket. Ők nem fognak ebbe beleállni. Nehéz őket felvilágosítani. Bár a Covid-fasizmus nagyon jó szolgálatot tett, szóval sokuk könnyen kibillenthető. Mi lett a megoldás? Ahogy én egyedüli családfenntartóként özvegyen és 3 gyermekemmel és minimális szülői segítséggel a megélhetésért való tevékenység mellett korlátozott időm van felelősen, konzekvensen a médiában posztolgatni, akár a soha többi autizmus FB csoportban, úgy azoknak a szülőknek, akik erre alkalmasak lennének, szintén hasonló cipőbe járnak, tehát nekik sincs módjuk. Így műkedvelő jelleggel osztogatunk, posztolgatunk, csetelgetünk. Szervezgetünk. Ahogy a Kavics a cipőben című online-t is megszerveztem annó.
Viszont soha többi autizmus csoport valóban alkalmas lenne arra, hogy figyelemfelhívásotokat, mármint a miénket, az orvosit, meg tudjátok osztani. Ezt a tematikusan én felvállalni nem tudom, de ha van valaki, asszisztensetek, kollégátok, aki ezt bevállalja, akkor akár admin jogot is tudok neki adni. A Covid idején az FB, Facebook 3 évig lekorlátozta a csoportom létszámát, és hiába vettünk fel tömegesen embereket, de létszámban mindig csak a 9500 fős maximum látszott. Közben persze a többi kéklufis, genetikai autizmust imádó csoportok meg nőttek, mint a gomba. Idézet vége. Teendők, amiket tervezünk még. Mit fogunk tudni tenni ebben a helyzetben? Az első, amit tervezünk, egy méregtelenítési, oltáskivezetési, gyógyászati protokoll ügyében szervezünk egy orvos szakmai kerekasztalt és konszenzus konferenciát, ahol kialakítjuk azt a legjobb eljárási gyakorlatot, best practice-t, amit terápiás javaslatként tudunk majd minden szülőnek, minden oltássérült szülőnek ajánlani. Kettő, egészségtanácsadó offline Dropboxot fogunk létrehozni a Budapesti Szkita önkormányzat nem sokára induló honlapján, ahol konkrét egyedi beteg és szülői kérésekre igyekszünk majd szakszerű orvosi természetgyógyászati válaszokat adni, terápiás javaslatokat adni. Ehhez most szervezzük a tanácsadó szakértő orvosi természetgyógyászati csoportot. Három. Videósorozatot indítunk a YouTube-on, és online és máshol. Gyermekoltásokról őszintén címmel, ahol részletesen bemutatjuk a gyermekoltások, a globális vakcinaipar összes visszásságát és a védőoltásokat körbelengő tévhiteket, áltudományos narratívákat. És a végére hagytam egy csattanót. Elkezdjük összegyűjteni azon jelentkező szülők névsorát, e-mail címét, akik szeretnék a gyermekeik számára az oltások alóli örökös mentesítést megszerezni. Ugyanis konkrét hazai példa, azaz ilyen szülő van, aki megkapta ezt a mentesítést, és ennek az eljárásnak a know-how-ja is megvan. Tanműhelyben már most 21 szülő csoportos képzést kap erről a kérdésről. Jelentkezni lehet engedélyével az illetőnek Fodor Bálintnál, és a e-mail cím, amelyiken lehet jelentkezni, a fobalint97@gmail.com e-mail címen. Tehát fobalint97@gmail.com. Köszönöm a figyelmet, és a rendkívül jó hírt már meghallottátok, a WHO globális pandémiás diktátumát nem fogják aláírni Genbe. Köszönöm a figyelmet. Bocsánat, még egy mondat. Akit érdekel annak az úgynevezett beharangozója ennek a bizonyos oltásügyi, tehát végleges mentesítés, erről van egy 3 oldalas, de ezt már nem tudnám itt elmondani, mert kimentem az időből. Ha akit ez érdekel, ezt szívesen odadom, illetve ezt e-mailbe is el tudom küldeni. Ez a beharangozót, hogy mi alapján és hogyan lehet. Jó, köszönöm. Akkor köszönjük szépen, akkor mindenki figyeljen, van lehetőség teljesen kiiktatni az oltást, ez lenne. Szecsei Miklós barátom kért egy szót, egy mondatra, parancsolj. Köszöntelek benneteket nagy szeretettel. Én soron kívül kértem egy szót, és nem másért, mint gratulálni szeretnék Tamosi Józsefnek. Mert ez az igazi győzelem, és én szeretném elmondani az elmúlt 4 év számomra a legfontosabb tanulságát, hogy olyan orvosokat ismertem meg, mint Tamosi Józsefet, Pócs Alfrédot, Horkovics, Kovács Jánost, és akik nincs itt, Lenkei Gábort és Gödény Györgyöt, akik akkor álltak ki, és Ulrich Tibor... Én is orvos vagyok, bocs. Igen, most csak egy párat, akik én azért mondom, mert akkor álltak ki, akik senki nem állt ki. És nekem a videóim megvannak 20-tól, folyamatosan azt mondtam, az intuíciót nem fog becsapni. És ezek az emberek akkor kockáztatták az állásukat, az egzisztenciájukat, mindenüket. Most eljutottunk oda, hogy ők járnak a bíróságra, nem azok, akik okozták ezt a problémát. És csak azt tudom mondani, hogy ez egy óriási felelősség minden magyar embernek, hogy lehet, hogy egészségügy, lehet, hogy bármi, de a te egészségedet csak olyanra bízd,
aki utána garantáltan ott marad melletted. Ezek az emberek kiálltak, és ezeket az embereket igenis meg kell becsülni. És azért jöttem el, hogy mindannyian tudjátok meg, hogy ők az igazi hősök, és ti általuk fogtok tudni tovább lépni. De soha ne felejtsétek el, lehet bárkit mocskolni, be lehet bármilyen helyzetbe hozni, lejáratni, de akkor abban a pillanatban, amikor ott vannak, ők ott voltak, és szeretném látni azokat, akik őket mocskolják, hogy ott voltak-e akkor. Nem láttam egyet se. Nem láttam egyet se, és csak azt tudom mondani, hogy gratulálok. Sok ilyen orvos lenne, sok olyan most már jogász kollega is, aki kiáll ezekért az ügyekért. És ezek a rendezvények nagyon fontosak. Lehet, hogy ma kevesen vagyunk, de sokkal többen lesznek azok, akiknek itt kéne lenni, mert áldozatok. És ők itt vannak. Legyenek már egyszer itt azok is, akik érintettek, mert őket ma meghurcolják, őket ma próbálták kipellengérezni, különböző olyan csoportokba, amik lejárató ilyen röhögős csoportokba, és hol vannak azok az emberek, akik kér az egészet vállalták. Tehát csak azt tudom mondani, nagyon nagy elismerésem, megtiszteltetés, és számomra öröm, hogy ilyen embereket ismerhettem meg. Ővelük jó kezekben vagytok. Gratulálok nektek. Sok sikert. Köszönjük szépen. És következik Tamasi József. Jó. Az Egyesítsük Erőinket mozgalom, amit sikerült elindítani a Skita Egyesületnek, ennek az eredményeiről számolna benn Józsi barátom. Parancsolj! Köszöntöm újra a hallgatóságot, és akkor azokat, akik nem voltak ott Sarlóspusztán, akik nem hallottak még erről, azoknak néhány szóban igazán röviden szeretném összefoglalni, hogy miről is szól ez az egész mozgalom. Arra jöttünk rá, hogy a egy-egy egyesület, egy-egy alapítvány, egy-egy csoportosulás nem képes összefogni azt a széles spektrumot, amit nekünk merényletekként nyújtanak az életünkre. Ugye ez az új világrend, az új, a nagy újraindítás, ugye, ahogyan Klaus Schwab könyvében megfogalmazta, ez nagyon sok témakört felölel. Ilyet például, mint hogy készpénzhasználat megszüntetése, homeschool, home office-ba elvinni a gyerekeket, és ne legyen nekik semmi lehetőségük a valós iskolai élet megismerésére, társaságra, és így tovább. A magángazdaságokat kívánják leépíteni. Ennek sok látszatja van már, nyögnek az adminisztráció alatt a parasztok. Az elektromos autók, robotizáció, az akkumulátorgyárak létesítése, aztán a WHO-t ugye, mint világkormány szeretnék, ami most egy kicsit megbukott, de gyanítom, hogy azért hosszú távon mindent meg fognak tenni, hogy ezt megcsinálják. Akkor a gyógyszer vagy oltóanyag megértett beleegyezés nélküli bejuttatását, a természetes gyógymódokat akarják ellehetetleníteni. Aztán a klímavédelemből csinálnak egy ilyen bóckodást, hogy áltudománnyal ugye próbálják a világra ráerőltetni, hogy mindenkinek aggódni kell a széndioxidtól, meg a mai életünktől. Aztán a transhumanizmust, a transgendertanokat, a gyermekek szexualizálását, családok kohéziójának a csökkentését, a személyi nyomonkövetés fokozását, a magánvagyot szeretnék megszüntetni, kultúra és művészet felszámolását, személyiségi jogokat csökkenteni, a mozgásszabadságot, ugye ennek lehettünk tanulni, amikor volt a Covid-cirkusz, hogy ugye a repülőgépek leálltak, hajók leálltak, utazni nem lehetett, turizmus megdöglött. Tehát olyan szerteágazó ez a paletta, amiben próbálnak bennünket lenyomni a víz alá, hogy egy-egy csoportosulás nem tudja megoldani az erre való választ,
és éppen ezért nekünk is reagálni kell. Nekünk is sok oldalról kell hatni, és össze kell fogni, és meg kell találni a közös mondani valót és a közös minimumot, amiben egyet tudunk érteni. Na ezért jött létre az Egyesítsük Erőinket mozgalom, mert mi például nem tudunk jogilag állást foglalni elég hitelesen abban, hogy mi is a helyzet ezzel a történeti alkotmánnyal, és hogy kell a jogi dolgokat újra értelmezni, vagy nem tudunk abban kellően állást foglalni, hogy mondjuk a mezőgazdaságot milyen elvek szerint kell úgy felépíteni, hogy valóban fogyasztható élelmiszert kapjunk. Mert aki nem tudná, ezekkel a programokkal, ezekkel a sátáni programokkal minden el fognak bennünket érni. Ideje lenne ugye megvizsgálnunk azt, hogy milyen élelmiszereket kapunk. Azok az élelmiszerek, amelyeket az élelmiszerboltok polcairól be tudunk szerezni, és multik nagyvállalatok termelik, azoknál megvan a komoly esély, elég nagy esély, hogy már most olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek bajt okoznak, amelyek nekünk, az egészségünknek ártalmasak. Tehát nyilván minden egyes területen nem tudunk működni, de arra kell törekednünk, hogy összefogjunk olyanokkal, akik ezt megértették a saját területükön, és ők képviselik azon a területen a hiteles álláspontot. És akkor így jött létre ez a egyelőre 26 tagból álló Egyesítsük Erőinket mozgalom, és próbáltunk egy kis ismerkedés keretében Sarlóspusztán összejönni, minden egyes témát valamilyen szinten tárgyalni. Voltak, amit mélységében elég jól sikerült megismernünk, voltak olyanok, amelyek nagyon felületesen, és még nem úgy, ahogy szeretnénk, kerültek prezentálásra, és ezeket szeretnénk tovább fejleszteni, tovább lépni ezekben. Az Egyesítsük Erőinket mozgalomnak vannak összejövetelei, tehát azok a csoportok, azon csoportok vezetői, olyan előadók, akik egy-egy témakörnek a hiteles képviselői, azok újra és újra összejönnek, most általában két hetente tesszük ezt, Zoomon találkozunk minden második alkalommal, és élőben találkozunk ugyancsak minden második alkalommal. Tegnap volt éppen egy ilyen személyes találkozó időpont, amikor hát, ahogy már arról említést tettem előzőleg, a Magyar Királyi Korona Tanácsnak a létéről tájékozódtunk. 20 éve végzik keményen a munkájukat, és rengeteg hasznos, majd jól használható infrastruktúrát létrehoztak, amelyet igazából csak be kell lakni. De ugyanígy szeretnénk például az élelmiszeripart felderíteni, és nagy sajnálatomra Bardó Zsuzsa professzor azt mondja, hogy ma nem tud eljönni, mert 39 fokos lázzal fekszik szegény, és eléggé most tart épp az akut fázis ebben a gyulladásában, úgyhogy ez most kimarad a mai napon, de ezt a témát biztos, hogy következő alkalommal elő fogjuk újra venni. Ő is ugye már felkészült erre az előadásra, tehát mindenképpen tovább lépünk benne. De ugyanilyen dolgokra kerül sor majd az egészségügy, WHO és Big Pharma nélküli újjáépítésében, amit ugye a Magyarok Világkongresszusa augusztusi rendezvényén szeretnénk kibontani. Ennek keretében lesz az egészségügyről szó. Hát ugye a WHO ennek egy kiemelt eleme, és a WHO nélküli élet az szintén kiemelt eleme. Aztán vannak geopolitikai megfontolások, többféle megközelítés van. Mindenki nagyjából egyetért abban, hogy a nagy uraknak és a nagy erőknek a közös szándéka, hogy Közép-Európában egy semleges zónát akarnak létrehozni, és nem mindegy, hogy ez hogyan fog megtörténni. Ugyanúgy a háttérhatalom fogja ezt irányítani, vagy ebben már ez az
újraéledő, etikus, a hagyományokra épülő, magyarságra épülő réteg jelentős szerephez tud jutni. A tájalakítás ugye rendkívül fontos, az alföldi szárazság nem azért van, mert buta felhők elkerülnek bennünket, hanem azért, mert teljesen rossz vízgazdálkodás és víz tájalakítás jött létre az elmúlt évtizedekben, és így aztán az alföld az sivatagosodás felé indult el, ezt meg lehet fordítani. Tehát nagyon sok tennivaló van, és azt mondhatnám, hogy ez az Egyesítsük Erőinket mozgalom, ez arra szolgál, hogy összehozzuk mindazt, amit különböző területeken hasonlóan jó szándékú, többit nem ismerő vagy nem eléggé átlátó csoportosulás elkezdett. Csak így érhetünk el eredményt. És ahogy már ma elmondtam egyszer, a szociológia szerint 5%, vagyis körülbelül 500 ezer ember elég lesz ahhoz, hogy jelentős változás induljon be a társadalomban. Ezt az 5%-ot szeretnénk úgy megfelelően informálni és megfelelően ellátni infrastruktúrával, hogy képes legyen ezt a reform munkáját elvégezni, és valóban egy jobb jövőt teremteni. Hát az időben nem fér több bele, úgyhogy én csak így röviden szerettem volna tájékoztatni a társaságot, hogy van egy ilyen mozgalom, Egyesítsük Erőinket, és fognak róla hallani egyre többet, mert tele vagyunk lelkesedéssel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. Ami a lényeg ennek a mozgalomnak, hogy mindenki mehet a saját útján. Csak összeállítunk egy közös valamit, amit el akarunk kérni, és akkor csatlakozzon hozzánk. Így nem tudunk összeveszni. Érthető? Tehát azért alapítjuk ezt a mozgalmat, hogy a közös dolgokat egyesítsük, és azon kívül menjen mindenki a maga útján. A Jóisten teremtett világában mindenkinek egyéni útja van. Két-egyforma ember nincs a világban a 8 milliárd ember közül. Mindenkinek van egy útja. Lehetek más vallású, buddhista, hinduista, de akkor is az egy teremtő Istenhez jutok, és az egy teremtő Istent kell keresni. Ez a lényeg. Na, a következne akkor, hogy milyen jogi ügyeket intéztünk. Először Bódis Krisztiánt hallgassuk meg, jó? Összefoglalja, hogy hogy áll az ügyünk a WHO-val kapcsolatban. Egy 10 percet. Szervusztok, üdvözlök mindenkit. Egy nagyon nagy munkán vagyunk túl. Ugye közhatalmi megbízás néven elkezdtünk írásba foglalni egy teljesen egyedi, mondjuk úgy, hogy önrendelkező nyilatkozatot arra vonatkoztat, hogy itt mit szeretnénk megélni ebben az országban. Ki az, aki volt és ezt írásba adta? Nagyon jó, köszönöm szépen. Megvan a 300 darab, ami a cél volt, picit több is lett. Kiemeltem, szeretném ehhez megköszönni Noéminak a munkáját, nagyon-nagyon odaadóan és nagyon önfeláldozóan rakta bele magát, úgyhogy ezt itt mindenki előtt neki szeretném megköszönni, nevetekben is. És a folytatása most az lesz, ez nagyjából holnapra fog lezárulni, úgyhogy feldolgozhatóan. Itt majd még be kell szkennelni az összeset, még az adatokat még egyszer ellenőrizni. Ugye volt egy csomó javítás, azt talán egy pár szót tudtátok, hogy tudjátok, hogy voltak rontások, és ezeket még javítottuk. A rontáslevételt vettünk, csináltunk velük. És innentől kezdve a feldolgozás után ugye két úton lesz, mondjuk úgy, hogy átadva a címzettek részére. Eddig úgy volt, hogy a bíróságon keresztül letétbe helyezzük, de a korábban megtapasztalt forma az most nem működik, úgyhogy másikat kell keresni. Úgy néz ki, hogy a Magyarország kormányának fogjuk direktbe átadni, és onnan lehet majd a többi címzetnek is elérni. Tehát ez az egyik. A másik pedig ugye az ENSZ-nél történik majd egy letétbe helyezés, ott viszont egyelőre megint csak van egy kis probléma, a bécsi ENSZ-iroda nem akarja ezt abban a formában átvenni, ahogy ez alapjog szerint kötelező, úgyhogy most jelen pillanatban ott is egyeztetés van, hogy mégis akkor ezt hogyan tudjuk nekik átadni.
az a probléma, hogy ez egy olyan mértékű és olyan súlyú irat, mondjuk úgy, hogy követelés, amit a postára nem biztos, hogy érdemes lenne rábízni. Mert ha ez eltűnik, valami miatt hirtelen, teljesen véletlenül nem tudják, hogy hova lett, akkor kb. 15 ezer forinttal kártérítenek, ami nyilván röhelyes ahhoz képest, amekkora munka és amekkora súlya van ennek az egésznek. Ezért mindenképpen a személyes átadást kell megtennünk ahhoz, hogy ténylegesen ez joghatásos legyen. Nincs kitaposott út, mindent most csinálunk először, tehát teljesen járatlan úton járunk, ezért kis türelmet kérünk mindenkitől, hogy ez hogyan fog megvalósulni, mert senkinek sincs ebbe gyakorlata, hogy ezt ilyen formán hogyan tegyük meg. Egyelőre csak a kötelező jogi normák alapján haladunk előre. Úgyhogy ennyit nagyjából a közhatalmi megbízásnak a tényleges helyzetéről most. Nem vagyunk elkésve, mert bár ugye az egyik szerződésmódosítás már megtörtént április végén, de a megbízás arról szólt, hogy minden szerződést bontsanak fel, tehát ez bármikor a jövőre nézve is aktuális és hatályossá fog válni. Amire viszont szeretném fölhívni a figyelmet, most csütörtökön volt egy egyesületi Zoom, nem tudom ki volt azon ott, ki hallott ezt, kicsit kevesen, igen, kifejezetten gyűjteni fogjuk azokat a nyilatkozatokat, ahol oltáskárosult tapasztalatok vannak. Ki az, aki esetleg itt közülünk oltáskárosult? Van itt ilyen 1, 2, 3, 4, jó. És ki ismer olyat, aki oltáskárosult? Na, az igen, már több, szuper. Lesz egy tény nyilatkozat, ahol kifejezetten azt fogjuk gyűjteni, hogy milyen tények alapján lehet megállapítani azt, hogy valaki rosszabbul lett. Nem tudom, Józsi, az elkészült végül is jóvá lett hagyva? Józsi, jóvá lett hagyva az a nyilatkozat az ügyvéd részéről? Jó. Hírlevélben meg fogjátok majd kapni. Ezt a ténynyilatkozatot majd úgy kell felhasználni, hogy ténylegesen tényeket nyilatkozunk arról, hogy mi történt. Tény az, hogy ekkor és ekkor ilyen és ilyen oltást megkaptak, az EST nyilvántartása szerint ilyen és ilyen szám alapján. Tény az, hogy előtte nem volt mondjuk panasz, tény az, hogy azóta ilyen és ilyen panaszok vannak, tény az, hogy azóta ilyen és ilyen EST számon orvos látta, fölvérte, stb. Tehát ilyeneket fogunk összegyűjteni, és ha ebből van megint csak több ezer darab, akkor ezzel már igencsak nagy nyomást lehet helyezni a jogalkotásra, illetve a törvényhozásra, akár a Józsinak a peresítésével szemben, illetve minden jövőbeli hasonlóval szemben, valamint egyéb jogszabálymódosítási lehetőségekhez is. Ezek olyan tényeket fognak adni, amikkel, úgyhogy erre szeretnék megint mindenkit fel. Ez egyszerű lesz, tehát itt csak tényleg rá kell írni a neveket, ki kell tölteni, nem lesz olyan bonyolult, mint a közhatalmi megbízás, az egy teljesen más típusú nyilatkozattétel volt. Ez viszont egy rendes, normál papíron, e-mailben ezt meg fogjátok kapni, és azt szeretnénk majd bekérni. Lesznek minták, hogy hogyan kell kitölteni, tehát ezt nem lehet nagyon elrontani. Úgyhogy nagyjából most itt tartunk, illetve az alkotmánybíró felé lesz majd egy, megint csak egy felhívás arra, hogy az alapjogainknak nincsenek biztosítva a WHO szerződés által, WHO szerződések által, úgyhogy ez alapján az alapjogi, mondjuk úgy alapjogot sértő jogszabályokat, azokat szüntesse meg. Úgyhogy ez a három projekt van most, amit gyakorlatilag itt jelen pillanatban én is beleteszem magam és végzem. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna, és akkor visszaadom a szót. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig majd következik Grimmerstein Marian, akivel Zoom kapcsolatot fogunk létesíteni, és úgy fogjuk majd megkérdezni, hogy hogy áll az ügy, amit ő is intézett a WHO-val kapcsolatban. Jó lenne, ha a WHO-t tényleg, ha ezek alapján ki lehetne lépni belőle Magyarországnak, mert a WHO-t úgy kell elképzelni, hogy ez nem egy egészségügyi intézmény, ugye 90%-át már lehet nyilván mondani, hogy magántőke patronája,
orvos szakembereket alkalmaz, de nincs egy laborja, nincs kórháza, nincs semmi, tehát semmi gyakorlati tapasztalatot, semmi gyakorlati ellenőrzést nem tud végezni, hanem írások alapján hoz ilyeneket. A statisztikáit, hát tudjuk, hogy Magyarországon is milyen statisztikák vannak, egynek se hihetünk, ahogy Angliában is mondta, ugye Wilson, vagy Churchill volt, hogy csak a saját statisztikájának hisz, nem hisz már akkor, tehát akkor ma még nekünk is ezt így kell fölfogni, tehát mindenféleképpen a WHO-ból ki kell lépni, egy értelmetlen dolog, megbízhatatlan adatok. Aki pénzért kap, csak például itt volt a H1N1 járvány, Wolfgang Wodarg. Németországban ő volt az Európa Parlamenti megbízott, aki az egészségügyi szekciót vezette, és a H1N1 kapcsán gyanús volt neki, hogy elkezdtek ott is injekciót fejleszteni, és elkezdenek injekciót mindenkit, és mivel benne volt a bizottságnak, ő volt a vezetője, elment a WHO-ba, és leellenőrizte a 16 tagú bizottságot egyenként, megnézte a bankszámláit, stb., és kiderült, hogy 70%-uk közvetlen kapcsolatban volt az oltó cégekkel, és pénzt kapott az oltás kapcsán. Tehát ez így működik, hogyha utána nézünk, a WHO ennyit ér, ennyi a statisztikája, tehát semmit nem szabad komolyan venni, amit ő mond, csak hogy az orvosok meg elhiszik, hogy ennyi betegszik, meg annyi egészséges, ennyi, hogy hívják. Nem igaz. Amerikában most már megjelent olyan cikk, amiben azt mondják, hogy a ma született gyerek már nem éri el a szülőknek az átlag életkorát. Ezt már lemerték írni oltások kapcsán. Plusz még, hogyha belenézünk a CDC-nél, Marianne, plusz még, ha belenézünk, ugye, hogy még mennyi minden terhelés... Megvan? Be kéne kapcsolod a mikrofont. Jó, akkor nem zavarunk, akkor várjuk a Mariant. Vagy... Jó, tehát a WHO is egy pénzintézmény, semmi pénzmosás. Ha most meg lett volna a WHO rendelet, akkor minden orvosi eszköz, bármit, amit adnak, vesznek, rajtuk keresztül ment volna. Tehát ő egy 5%-ot, 10%-ot leemel, és haszna van belőle. Tehát a pénzről szól az egész, tehát arról szól, hogy minden is, akkor bele tud szólni, hogy ne ez az orvosi eszköz keveset fizet, akkor ezt nem engedjük terjeszteni. Jó, akkor megyek is. Oké. Marian. Igen, jó. Oké. Hallasz bennünket? Igen, igen, mindent hallok. Jó van, akkor kérünk szépen, hogy számolj be a legújabb fejleményekről, amiket intéztél az utóbbi időben. Hova mentél? Itt vagyok már. Jó, akkor figyeljetek, akkor mi a helyzet, hogy az internacionális bűnügyi feljelentés annyiból szépen alakul, hogy egyre több támogatója van, már ma beszéltem Attilával, és azt mondta, hogy rengeteg új támogatást kapott Európa összes országaiból, és azt mondta, hogy egyetlen ország hiányzik csak Európából idáig, most Portugália. Csak Portugália hiányzik az európai országokból, azt mondta. Úgyhogy ez nagyon szépen alakul, úgyhogy én gondolom, hogy most már biztos, hogy jó 1000 fölött leszünk, és hát továbbra is kap, azt tudom, hogy továbbra is kap támogatást. Akkor Németországba is beindult a bűnügyi feljelentés, úgyhogy beadták sokan. Most a Németországban az az érdekes, hogy az ügyészség mindenkinek teljesen más választ ad, de hát mostan három fajta válasz van az ügyészségtől. Az én feljelentésem az ismerősömmel, akivel együtt beadtam, ezzel a bűnügyi nyomozóval adtam be, a miénket kaptunk aktaszámot, és azt mondták, hogy az volt írva, hogy vezetik ezen az aktaszámon. A többiek azt kapták ugyanarra a feljelentésre, hogy ez nem az ő ügyük. Akkor szóval teljesen mondom, háromfajta zűrös válasz. Akkor Ausztriában ottan egyformán megy, ott mindenki egyforma választ kap. Egy teljesen egyforma választ, hogy ők ebben hát nem tudják elintézni, ezt írja az ügyészség, úgyhogy mostan akkor majd az igazságügyi miniszterre fogunk rámenni mindenhol. És hát akarom mondani, hogy a WHO-val is, hogy mi a helyzet, a WHO-val azok a hírek vannak,
ami mondjuk nem rossz hír, hogy annyira megy a veszekedés a két szerződés miatt, a pandémia szerződés, meg az internacionális egészségügyi szabályzat megváltoztatására és megszigorítására irányuló dolgok, szóval dologban annyira zűrös, hogy még mindig nem tudtak végleges valamit az asztalra tenni, ami azt jelenti, hogy jövő héten lesz már a WHO ülés, kezdődik 27-én, és ez úgy néz ki, nagyon mindenki azt mondja, azt jósolja, hogy ebből a dologból nem lesz semmi. Ez mondjuk, ez egy jó hír az egyik oldalon, ugyanakkor azt akarom mondani, hogy ehhez kapcsolatban még 30-án őrült nagy tüntetések autókorzóval mindenfélével lesz Genfbe, ez már nagyon komolyan lesz szervezve, úgyhogy ez egy jó hír, hogy ez a két szerződés úgy néz ki, hogy nem megy át, de ez nem azt jelenti, hogy mi nyugodtan azt mondjuk, hogy most minden oké, nem történik semmi. Ne, az a helyzet, hogy a császárnak többfajta szép ruhája van, és ez a ruha, ez még két formában ugyanez a sztori jelenik meg. Az, hogy az UNO-nak van ez a jövő konferenciája, ami szeptemberben fog összeülni, ugyanaz a sztori, mint a WHO, tehát mindig irányul egy ilyen világkormány felé. Ezt ugyanaz, amit a WHO gyakorlatilag akar csinálni ezzel a két szerződéssel, ugyanazt akarja az UNO más formában, de az eredmény teljesen ugyanaz. Ez még mindig megvan, és ugyanakkor az amerikaiak most április végével kidobtak egy új egészségügyi világ, egy globális egészségügyi stratégiai papírt, amivel, mert az amerikaiak gyakorlatilag már úgy néz ki, hogy tényleg ők nem fogják a WHO-t semmiképpen sem most már támogatni, ők csinálják a saját maga WHO-jukat, és ebbe a stratégiai papírba ők összekötik a Védelmi Minisztériumot összekötik az Egészségügyi Minisztériummal. Na most a probléma volt a pandémia szerződésnél is, meg az egészségügyi szabályzatokban is az volt a probléma, hát ez is egy fő probléma volt, hogy a laborok, ezek a biolaborok tovább működhetnek. Na most az amerikaiak ezt megoldották ebbe az új egészségügyi stratégiai papírba, hogy a laborok persze tovább működhetnek az emberiség egészségének a megjavítására, de hát elvették azt a nevet, hogy ezek biolaborok, és hát összekötötték, mondom, a Honvédelmi Minisztériummal, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen szép név alatt akarják tovább csinálni ezeket a biolaborokat, és ők fütyülnek gyakorlatilag most már a WHO-ra, és ehhez az új globális egészségügyi papírhoz, ez az új konstrukcióhoz, nekik már sikerült 40 államot megszerezni. Úgyhogy ők már erre toboroznak. Tehát úgyhogy azt jelenti, hogy most még kétfajta formában jön nekünk ugyanaz, amit eddig a WHO csinált. De hát azt jelenti, hogy nem szabad pihennünk, nem maradunk munkanélküliek, tovább kell dolgozni. Oké. Marian, nagyon szépen köszönjük. Most van egy taps neked, nem tudom, hallod-e? Azt nem hallom, de mindegy. Köszönöm szépen. Én csak ajánlom mindegyik bűnügyi feljelentésben részt venni, mert ehhez gyakorlatilag ezzel tudunk sok szelet csinálni. És talán még azt akarom hozzátenni, hogy Németországban most már fölhívtuk ezeket a rádiókat és televíziókat, amiket mert nekünk itt kötelező fizetni ilyen díjat ezeknek a rádióknak. Tehát 11 rádióállomásnak kell mindenkinek, minden háztartásnak fizetni. Ezeknek most fölhívtuk hivatalosan, hogy tessék feldolgozni az utolsó évek sztoriait. Úgyhogy most ebbe dolgozunk, hogy próbáljuk ezeknek a farkát megfogni. Úgyhogy ezt reménykedem, hogy Magyarországon is beindul ez a sztori. Hogy megfogjuk mindenkinek, a nyilvános szervezeteknek a farkát, hogy tessék dolgozni. Oké. Köszönjük szépen. Kívánunk neked sok erőt,
hogy csinál tovább ezeket a dolgokat, és minket is mindig kapcsoljál be a nemzetközi körforgásba, úgyhogy mi is csináljuk, amit elindítasz itt. Úgyhogy majd erről mindig beszámolunk. Köszönöm szépen. Igen, és még akarom a szívélyes üzvözleteit Walter Webertől átadni, mert vele voltam tegnap. Oké. Na, szia Marian, szervusz! Sziasztok! Köszönjük szépen! Akkor következzen Kisvidéki Henni, és ő is beszámol, hogy itt van. Szóval, én nem csak jogászként vagyok itt most jelen, hanem oltáskárosodott gyermekek szüleit is szeretném képviselni. Úgyhogy Miklós vagyunk itt, vagy vagyok itt én legalább, és szeretném megköszönni mindazoknak az orvosoknak, minden olyan mozgalomnak, akik felvetették a gyerekoltásokkal kapcsolatos kérdéseket is, hogy ezzel is segítetek bennünket. Az elmúlt időszakban biztosan mindenki észrevette, vagy aki nem, akkor az most értesül róla, hogy a sajtó is felkapta ezeket a témákat, hála Istennek, és mi ebből hoztunk kettő csemegét, amit most szeretnénk megmutatni, azért, hogy mindenki lássa, hogy a jelen pillanatban a kormányzat és a kormányzat közeli publicisták hogy állnak a mi mozgalmainkhoz. És hát a végére ezért maradt egy kevésbé vicces, amivel egész egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Ez már idehaza történt. A gyerekeket veszélyezteti az oltás ellenes lobby, akik sorra beperelik az orvosokat. Ez az új dili. Tömegével indítottak eljárásokat, büntető feljelentéseket az elmúlt időszakban gyermekorvosok ellen, miután azok nem adták ki a védőoltás aluli mentesítést azoknak az egészen idióta kretén baromállat szülőknek, akik oda mentek, hogy ők nem hajlandók beoltatni a gyereküket a kötelező oltásokkal. És hát beperelik. És ülsz, és egyszerűen nem érted, hogy most mi van. És szóval most tényleg eljutottunk oda a 21. század elején, hogy kretének fölfedezték a nagy igazságot, és akkor diftéria, tetanusz, urambocsá, szabincseppek, nem, mert ez ők tudják, hogy ártalmas. Ők. Géplakatos apu. Kitalálta, hogy mostantól az ő gyereke nem lesz beoltva. És mi van, hogyha a gyerek lebénul, meghal, szamárköhögés, torokgyík, akkor mi van? Akkor mi van? Akkor majd azért fogja beperelni a komplett magyar egészségügyet, mert meghalt a gyereke. Nem? És ha bepereli, akkor a bíróság miért nem mondja azt, hogy tessék elmenni apukának, anyukának a... Oda. Ott lehet feljelentést tenni, a gyereket meg beoltjuk. Nem olyan bonyolult ez. Két nagy büdös pofon, apu, anyu, gyerek beolt, és mindenki hazamegy. És ha még további problémák adódnak, akkor még két büdös pofon. Édes. Dr. Mihalik Angelika ügyvédnő vezetésével 13 család büntető feljelentést tett ezekért a kijelentéseért Bayer Zsolt ellen. Elfogadhatatlan. És el is mondanám, hogy milyen bűncselekményeket valósított meg ezzel Bayer Zsolt. Emberiség elleni büntet előkészülete, kényszerítés hatósági eljárásban, közösség tagja elleni erőszak, illetve közösség elleni úszítás. Ez a 4 vádpont ellene. Neki nincs mentelmi joga, úgyhogy neki ezért a tettér felelnie kell. Következzék Rétvári Bence, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Elfogadhatatlan, hogy az oltásellenes csoportok most már perekkel támadják a gyermekorvosokat. A kormány megvédi a gyermekorvosokat. Minden orvos, amikor oltást ad be, az orvosi esküje szerint cselekszik, a gyermek egészségét, a gyermek életét védi. Akik pereket indítanak, olyan gyermekorvosokat aláznak és hurcolnak meg, akik a gyermekek gyógyítására esküdtek fel. Láthatóan idén sokkal több eljárást indítottak az oltások ellen, és sokkal szervezettebbek.
álhíreket terjesztenek, részletes leírásokat tesznek közé az interneten, hogyan kell akadályozni az oltás beadását. Ez óriási felelőtlenség. Az oltás mind az egyént, mind a közösséget védi. Ha az átoltottság szintje visszaesik, olyan rég elfeledett betegségek térhetnek vissza, mint a kanyaró, a torokgyík vagy a szamárkőgés. A kormánya magyar családok nevében is köszöni az oltó és gyermekorvosok munkáját. Rétvári Bence ellen is próbál eljárást szerettek volna indítani, de mivel Rétvári Bencét mentelmi jog illeti meg, ezért sajnos ez nem tud megvalósulni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és most felajánlom, hogy tanúnak bennünket hívjatok orvosokat, jó? Tehát tanúnak orvosokat hívjatok bennünket. Ahogy mentünk Józsinak, mentünk a Hefner Attilának, és nem tudtak mit csinálni, mert szakmailag blokkoljuk ezt, jó? Tehát mindenféleképpen 10-et is hívjatok közülünk. Jó, és még egy nagyon fontos gondolat, ami lemaradt. Nagyon tisztelem azokat a családokat, akik a végsőkig elmennek a gyermekeik védelme érdekében. Sajnos én már nem tudok, nekem nagyon-nagyon súlyos sérült a gyermekem, és mi már az időből is kifutottunk, de van még egy kisebb lányom, akiért én is el fogok menni a falig, meg azon túra is. Ezeknek a szülőknek hatalmas segítségre van szükségük. Ők többnyire nagyon beteg gyerekeket nevelnek, nehéz anyagi körülmények között, és most mindenkit arra szeretnék megkérni, hogy hátul van egy adománygyűjtő ládánk, akármilyen pici összeggel is, ha tudjuk őket támogatni, kérem, tegyük meg, mert ez mindannyiunk érdeke. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom ki, hogy van vele, de nehéz az adatokhoz hozzájutni például autista gyerekekhez. Most a pedagógusoknál jelent meg cikk, és abba írják le, hogy 2005 óta az autisták száma ötszöröződött az iskolákban, mert ők az iskolákban számon tartják, de nagyon sok gyereket, autista gyereket nem engednek iskolába, elküldik, hogy nem tudnak vele mit csinálni, és esenni beteg, sajátos nevelési igény, ez a nevél, ebből meg több mint 100 000 van. Azért az nem semmi, a mozgásszervi zavartól a szellemi, a beszédzavarig minden tartozik, ezek változhatnak, de az autista az egész életébe megy, és kéne 14-15 000 gyógypedagógus, és töredéke van. Tehát az állam nincs fölkészülve, és nem is akar fölkészülni autizmusra. Jó? Most pedig következzem Botka István barátunk, pontosan a címet elolvasom, hatékony együttműködés a győzelem kulcsa. Köszönjük! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és kis elnézést kérek, sajnos tegnap egész sokáig, majdnem éjjel egy óráig voltunk Szecsei Miklós barátunknál egy előadást tartani az egyiptomi piramisok titkairól, és annyira készültem ma, hogy mindent elhoztam, csak pont a beszédemet nem, úgyhogy majd improvizálok, úgyhogy fejből kell mondanom. Na, először is nagyon nagy gratuláció annak, hogy létrejött ez az Egyesítsük Erőinket mozgalom, és ehhez a mi csoportunk is csatlakozik, mert ahogy Pócs Alfred doktor úr elmondta az előbb, hogy minél több szervezettel és csoporttal tudunk összefogni, annál jobb és annál hatékonyabb munkát tudunk végezni, és ez azt hiszem, hogy az idei évben kezd megmutatkozni, kezdi meghozni a gyümölcsét ez az összefogás, és megvan az első nagy sikerünk szerintem, és ebből a szempontból is szeretnék Tamasi doktor úrnak gratulálni, akit első fokon ugye a rémhír terjesztés ügyében felmentett a bíróság. Aztán, ami ugye egy fontos volt a tavalyi évtől kezdve, hogy elindítottuk a kötelező gyermekoltásoknak az ügyét, amiben szintén szép sikereket kezdtünk már elérni tavaly ősztől kezdve, és most, ahogy szó volt róla itt az előző bejátszásokban, áttörtük azt a média tűzfalat, amin eddig át se engedtek bennünket. Ennek a kiváltóka pedig egy nagyon-nagyon tudatlanul és szerencsétlenül megírt telexes cikk volt, amire ezúton is szeretnék reagálni, mert ugyanis az írója, Nagy Nikoletta,
kimondhatjuk talán a nevét neki, azt se tudta, hogy miről ír tulajdonképpen. Tehát az április 7-ei rendezvényünkön, amit ugye mi szerveztünk a Váci utcában, és az ügyvédeink tájékoztattak arról, hogy hogy állnak a gyermekoltások ügyében megkezdett ügyek. Ezt egyértelműen Tamasi doktor úr nevéhez kötötték, és az Orvosok a Tisztánlátásért Egyesülethez, tehát azt se tudta, hogy nem egyesületről beszélünk az író, és mivel nem volt ott, így azt sem tudta, hogy mi hangzik el. Tehát megnézett néhány videófelvételt, két mondatot kivágott belőle, és az lett a Telexes cikknek a címe, hogy az oltás ellenes szülők kezdeményezték ezeket az eljárásokat. Hát ez egyszerűen vérlázító és felháborító volt a részünkről, mert ugyanis alapvető hiányosságok, tehát ezek a szülők, ezek beoltatták a gyereküket. Tehát itt szeretném kihangsúlyozni, hogy van olyan szülő, aki érintett az ügyben, hogy 12 oltáson esett át a gyereke, mire olyan egészségkárosodásokat szenvedett az oltás, ami után már kénytelen volt valamilyen lépéseket tenni, hogy legalább a hátralévő oltások alól fel tudják menteni a gyerekét, mert lehet, hogy meg fog halni. És itt semmiféle oltás ellenességről nem beszélhetünk. Tehát ezekben az ügyekben, akiket ugye a mi ügyvédeink képviselnek, orvosi igazolásokkal, vérvételi laboratóriumi IgG tesztekkel bizonyítva van, hogy a gyerek védett állapotban van, szükségtelen neki a további beoltása, és ezzel csak veszélyeztetjük a további egészségét. Tehát ez iránt indultak meg ezek az eljárások. És a Telexes cikk kiváltott egy média lavinát, ami elindult ellenünk. Ez egy oltás ellenes hetsz kampány része volt, ami 2 napon belül eljutott a Rétvári Bence államtitkár úrhoz, aki aztán septében gyorsan, nyilván rossz tanácsra, kiadott egy sajtóközleményt, amiben nyilván azt sugalmazta a bíróságoknak, hogy a kormány azok mellett áll, és azt szeretnék, hogyha olyan döntéseket hoznának ebben az ügyben, hogy az ugye a gyermekorvosok mentességére szolgáljon. Nyilván azért, mert maga sem tudta, hogy tulajdonképpen milyen ügyekről van szó, ezért én mindjárt, amikor megjelent ez a rétvári államtitkári nyilatkozat, egy beadványt fogalmaztam meg az államtitkár úrnak, ahol részletesen leírtam azt, hogy jelenleg hogy állnak ezek az ügyek, körülbelül miről van szó, hogy legalább tájékoztassam, és megkértem az államtitkár urat, hogy legyen szíves, fogadjunk bennünket, 3-4 személyt, ügyvédeket, esetleg egy orvos jöjjön velünk, aki tájékoztatja arról, hogy tulajdonképpen miről is van szó, mert ezek a szülők nem oltás ellenesek. Nem lehet egy olyan szülőt, aki egész idáig beoltatta a gyerekét, mindenféle kötelező oltást beadatott neki, ráfogni, hogy ő oltás ellenes. Ez nonsens. És ez ugye megfogalmazódott, ez a beadvány április 10-én, akkor adtam postára, mai napig nem érkezett válasz az államtitkár úrtól. Tehát most már lassan lejár a 60 napos határidő is, utána fogok még egy beadványt írni, és felhívom az államtitkárságnak a figyelmét arra, hogy azért a beadványokra válaszolni illendő lenne. Tehát nem fogjuk annyiba hagyni ezt az ügyet, és azt is szeretném elmondani, hogy az ügyvédeink kőkemény munkát végeznek, és ez a Telexes lavina cikk, ez az oltás ellenes hetsz kampány, ez egy óriási öngól volt. Ugyanis azóta, amióta minden médiában lejött ellenünk ez a lejárató hadművelet, azóta özöllenek befelé a szülőknek a megkeresései. Egész idáig ugye nem tudtak rólunk, azt se tudták, hogy létezik egy ilyen összefogás, csak a médiából értesültek arról, hogy itt egy komoly szülőkből és jogászokból álló csapat van. Azóta, hála jó Istennek, van 2 újabb ügyvéd, aki érdeklődik a mi ügyeink iránt, és elképzelhető, hogy ők a jövőben csatlakoznak az ügyvédeink csoportjához, és az egyikőjük ugye itt lakik Budapest környékén, ez nagy segítség lenne nekünk, mert a budapesti agglomeráció a legjobban leterhelt, tehát itt vannak a legtöbb olyan szülő, akinek oltáskárosodott gyereke van. Szóval ez egy öngól volt, amit elindított ellenünk a média, és még azt is szeretném elmondani, hogy az RTL klubon is többször adtak le adásokat, amit itt nem tudunk ugye bejátszani, mert ezek nem kerültek megosztásra nyilvános felületen,
és onnan felhívott engem a Herr Orsolya nevezetű hír és média szerkesztő, nem tudom, azt hiszem, hogy hírszerkesztő, aki engem akart elbeszélni arról, hogy én ezekről az ügyeknek az állásáról őt tájékoztassam, vagy adjak egy riportot az RTL-nek. És elmondtam neki, hogy ne haragudjon, mondom, jogi ügyekben nem tudok tájékoztatást adni, mert én nem is ismerem egyébként belülről ezeket az ügyeket, de így dióhéjban elmondtam neki, hogy mi történt, és utána elkérte a Angelikának, illetve Pál Szántó Ágnesnek a telefonszámát, akikkel felvették a kapcsolatot, és egy ilyen pár perces riportot bevágtak velük, teljesen kiforgatva, totálisan ellenünk fordítva az egészet, és mikor ráírtam a riport utána, vagyis rá akartam írni a Messengeren erre a Herr Orsolyára, hogy hát ne haragudjon, de nem erről beszéltünk, letiltott. Tehát, hogy ennyit a médiáról és ennyit a mainstream médiáról, de ettől függetlenül nem adjuk fel ezt a harcot. És hogy kerültünk bele, az is egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mi annak idején, mikor a Covid ellen elkezdtük ezeket az ellenállási mozgalom szervezéseket, ugye senki más nem volt, csak mi voltunk, akik ezzel leharcoltak, és így ugye becsatlakozott az, ahogy már itt Ulrich doktor úr elmondta, hogy már a gyerekoltások ügyét többen korábban megkezdték, tehát igazából mi tovább vittük ezt az ügyet, tovább folytattuk. Viszont én úgy gondolom, és most azt mondják az ügyvédek, hogy kérem szépen áttörtünk valami mást is. Ugyanis azt talán elmondhatom, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság, akik ugye a gyermekorvosoknak tulajdonképpen az állami felügyelő szerve, ők fölállítottak egy munkacsoportot kimondottan ezekre az ügyekre. Ilyenre példa nem volt soha. És hát véletlenül az egyik gyermekorvos megadta a dr. Pál Szántó Ágnes, ugye a mi ügyvédünknek a nevét és a telefonszámát, és azt hitték ott, hogy ő velük van, és felhívták telefonon. És akkor mondják, hogy hát a gyerekoltások ügyében szeretnének konzultálni, meg hogy mi tulajdonképpen a fejlés. És akkor beszélgetnek, és mondja neki az ügyvédnő, hogy hát ne haragudjon, amúgy ő tudja, hogy kit hívott fel. Hát a képviselő jogászt. Nem. Ő az ellenfélnek a jogászát hívta föl. Jaj, hát akkor most mi is van tulajdonképpen. Na mindegy, hát a beszélgetést folytatták, és nagyon érdekes, másfél órás sikerült körülbelül ez a beszélgetés. És az ugye kiderült, hogy ez az operatív csoportnak a feladata az, hogy kivizsgálja ezeket az ügyeket. És elmondta neki az ügyvédnő, hogy az ő kezén az összes ügy átmegy. Itt nincs olyan gyermek, amelyik nem lett volna beoltva. Megkapták azt az oltást, ami elő volt írva nekik. De előfordulnak ilyen megbetegedések, és igen, az önök orvosai hibákat követnek el, mert veszélyeztetik a gyerekeket. És lefagyott a hölgy. Nem tud mit hozzászólni. Aztán mondta, hogy jó, megköszöni a tájékoztatást, és maradjonak annyiban, hogy még tartják a kapcsolatot. Ez nagyon nagy dolog szerintem. És még egy fontos dolog történt azóta, amit szintén óriási gratuláció Mihalik Angelika doktornak és ugye Pál Szántó Ágnesnek, hogy kifundáltak valami nagyon érdekes dolgot. Politikai menedéki jogot kezdeményeznek másik Európai Uniós tagországba azoknak a szülőknek, akiknek ugye a gyermekoltás aluli mentesítését visszautasítja a magyar állam, és jelenleg tudomásom szerint 2 vagy 3 ügyben már meg is született ez a jogerős döntés Ausztriában, és mind a 3 esetben megkapták a politikai menedékjogot. Ez kérem szépen óriási dolog, hogy miért is. Ezt elmagyarázták nekünk az ügyvédek. Amikor ők kérik a politikai menedékjogot egy másik Európai Uniós tagországhoz, akkor csatolni kell a menekült státust kérő személynek az összes iratanyagát, lefordítva nyilván ugye német nyelvre, hogy megértsék, hogy miről van szó, és ebben megindokolni, hogy a menedékjog igenis jogos, mert akár meg is halhat az adott esetben ez a gyerek az oltástól, és ezt meg kell nekik vizsgálni hivatalosan, hogy az orvosok által kiállított papírok, azok fennáll-e az a lehetőség, hogy tényleg bekövethet ez a halál,
és kérem szépen mind a három esetben megvizsgálták az osztrák hatóságok, és azt mondták, hogy ezt a gyereket megilleti a menedékjog. Ez óriási dolog, kérem szépen, mert ha egy másik Európai Uniós tagország hatósága azt mondja, hogy igenis a gyerek élete veszélyben van, akkor a magyar bíróság, a magyar hatóságok nem mondhatnak ez ellenes ítéletet. Amennyiben ez megtörténik, a így van. Amennyiben ez megtörténik, a Strasbourgi Emberi Jogok Bírósága elé kell vinni az ügyet, és a magyar állam ellen megindítani a hatósági eljárásokat. És ezt úgy gondolom, hogy ha ez így fog folytatódni, és még több olyan szülő lesz, aki ezt az utat kell, hogy megvárja, mert máskülönben nem tudja megvédeni a gyerekét, akkor igenis meg kell tennünk. És azt is szeretném még elmondani, hogy ugye most június 25-én Székesfehérváron a Fehér Szövetség meghívására fognak tartani ügyvédeink egy ilyen tájékoztató jogászi előadást a gyerekoltásoknak az állásáról. És én ezzel kapcsolatban egy ilyen meghívó plakátot megosztottam a TikTokos csatornámon, és hát kérem szépen döbbenetes, hogy milyen kommentek érkeztek a szülők részéről. Csak egy-kettőt szeretnék megemlíteni. Az egyik szülő azt írta, hogy mit képzeltek ti, oltás ellenesek, én itt élek kint Olaszországban 15 éve, és már 6. napja küszködöm a gyerekemmel, aki bárányhimlősen itthon van, és ezt is annak köszönhető, mert itt nincsen bárányhimlő elleni oltás. Hát röviden írtam annyit a hölgynek, hogy legyen szíves nézzen utána, hogy mikor halt meg utoljára bárányhimlőbe gyerek. Ez az egyik. A másik. Az én gyerekem most kell, hogy menjen a tetanusz elleni oltásra, és én be fogom neki adatni, mert nem szeretném, hogyha elkapná a fertőzést. Visszaírtam a kis hölgynek, hogy ne haragudjon, tudja, hogy mi a tetanusz? És hogy hogyan terjed? Ha nem, akkor javaslom, hogy a Google-t azért üsse föl, mert fontos információkra fog tudni szert tenni. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig van munkánk. Mert amíg szülők azt se tudják, hogy egy tetanusz az micsoda, meg hogy honnan jön. Ja, és akkor még válaszolt nekem a hölgy, ezt még el kell, hogy mondjam. Azt mondta, hogy mert neki azt mondta az orvos, hogy ha a ló ürülékkel érintkezik a gyerek, akkor attól elkaphatja a tetanuszt. Jó, mondtam, hogy tényleg a Google a barátja, tehát az a baj, hogy tényleg itt tartunk, és ezek a szülők oltásellenesnek bennünket. Az a baj, hogy igen, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy sokszor azok a szülők, akik a mi konferenciáinkat és előadásainkat látják, sokkal tájékozottabbak azoknál, mint akik ilyen kommenteket írnak. És azért tudják ezeket a kötelező oltásokat így átvinni, mert nem tudják a szülők, hogy miről beszélnek. És ezt ugye én úgy gondolom, hogy nem is nagyon tudjuk abba hagyni ezt a munkát, mert így van 5-6%-nyi embert kellene magunk mellé állítani ezekben az ügyekben, és ez 5-600 ezer ember, amikor már át tudnánk fordulni az ügynek a másik felére, mert itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mi nem eltörölni akarjuk az oltásokat, hanem tegyék választhatóvá. A szülő dönts el. Köszönöm szépen, hogy meghallgat. Köszönjük szépen. Sajnos ez a, hogy kapjunk ilyet, hogy ki lehet menni külföldre, vagy védelem alá, csak az oltás károsultaknak lehet. Majd azt is el kell érni, hogy ha valaki kéri, hogy nem akarja az oltást, ő meg akarja előzni, akkor is lehessen kérni politikai menedékjogot. Mert elvileg akkor is lehet, hogyha én félek attól, vagy például az is elég, ha félek attól, hogy belehalok az oltásba, kérhetek ilyet, majd meglátjuk. Jó? A mai nap következő szenzációja következik, ugye, hogy a Robert F. Kennedy-nek a könyve Oltani, nem oltani, itt magyar fordításra megjelent és kapható most már itt nálunk. Ez nagyon fontos, mert Kennedy barátunk ugye indul az elnök választáson, és mivel oltással kapcsolatban ő a oltás ellenes párti, Trump és Biden összefogott Kennedy ellen, és most már Kennedy ellen kezdenek mindent terjeszteni, hogy ne Kennedy legyen. Nekik mindegy, hogy most Trump vagy Biden lesz,
de Kennedy nem lehet, holott ő képviseli az igazságot, oltásügyben, mindenben, gyerekegészségügyben. Ők végeztek élelmiszervizsgálatokat gyerekekkel kapcsolatban, és amerikai élelmiszerben nagy mennyiségű arzént találtak. Csak egy példát mondok. Arzént, gyerek élelmiszerbe, gondoljuk el, nem beszélve az ólomról, a higanyról, az egyéb adalékanyagról. Tehát a glifozátról nem beszélve, vagy azt beteszik most már, oda is beteszik. Jó, tehát akkor meg is kérnem Boros László professzor urat, akit üdvözlünk itt, egy tapssal köszöntsük, hogy eljött közöttünk. És akkor beszél a könyvről. Köszönöm. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Ugye az én dolgom, hogy ismertessem azt a könyvet, amit Robert Kennedy Jr. írt, Dr. Brian Hooker PhD kutatóval. Ez ugye a magyar címét tekintve több fordítást is mondjuk így kaptunk, vagy átnéztünk, és ugye oltani vagy nem oltani, én most azt tenném meg, hogy ismertetném ennek a könyvnek a tartalmát, a tartalomjegyzékén keresztül, és a végén néhány összefüggést mondanék az amerikai viszonyokat jobban ismerve, talán oda kötném ezt az anyagot. A lényeg az, hogy ez egy nagyon fontos könyv, és szeretném megkérni azokat, akik érdeklődnek ebbe a nagyon lényeges kérdésben, hogy oltatni vagy nem oltatni, olvassák el ezt a könyvet. Magyar nyelven Eszter fordította, nagyon köszönjük, illetve én magam a fordítást ellenőriztem. A könyv érdekes szerkezetű abban a tekintetben, hogy szakmailag bírált, orvosi irodalomban megjelent eredeti anyagokat mutatnak be, és újra egy vizuális, tehát egy képszerű, vagy mondjuk így ábrákon keresztül megjelenítve a közlemények legfontosabb adatait maga a könyv leírja, illetve a szerzők, illetve a cikk jellemzőit ismertetik, ami azt jelenti, hogy ennek a tudományos rangját is jellemzik, vagy jelzik a könyv szerkezetén belül, hogy hogyan épül föl maga a megtárgyalandó kérdés. Alapvetően, amiről az előttem szólók már ugye nyilatkoztak, itt a kérdés az az, hogy jobb lett-e a világ azáltal, hogy ugye ma egy amerikai fiatal, mire befejezi az egyetemet, azt hiszem 81 néhány oltást kap, nem számolva tehát ezeket az influenza oltásokat, tehát ezek azok, amik kötelezőek, és majd a végén mutatok erre vonatkozóan adatot, hogy miért ilyen nagy üzlet ez egyébként az USA-ban, illetve hogy mit mutatnak a mondjuk így a részvénypiaci mutatók, hogyha rákerül egy cég, ebben az esetben a Covid-oltásokról fogunk beszélni, a Moderna és a Pfizer cég részvényei hogyan változtak azután, hogy ugye elkezdték ezeket az oltásokat az USA-ban, kötelezően azokra vonatkozóan, akik ugye közegészségügyi, vagy pedig mondjuk ilyen államszervezeti feladatokat láttak el. Azt talán tetszenek látni, hogy ugye itt a, ha jó gombot nyomok, akkor lehet, hogy nem, és akkor elnézést egy pillanatra. Igen, így már látható, elnézést. Tehát ugye egy ajánlással kezdődik a könyv, nagyon érdemes végigolvasni az ajánlásokat, mert rendkívül neves amerikai orvosokról van szó, vagy egészségügyi, vagy kutatással foglalkozó szakemberekkel, akik ajánlják ezt a könyvet, és hogy miért, ez is nagyon fontos. Köszönetnyilvánítás és Dale Bigtree előszava nagyon fontos részleteket közöl a könyv általános tartalmával kapcsolatban. Dale Bigtree, ő az a
az amerikai riporter, aki azt lehet mondani, hogy a kezdetektől fogva követte a, mondjuk így az oltásokkal és az oltások jogi környezetével kapcsolatos szakmai kérdéseket. Majd az előadás végén erről majd még egy picit többet beszélek. Ugye az első fejezet az az oltott kontra oltatlan kérdést vizsgálja, és valójában az alapfelvetés az, hogy miért nem engedik vagy engedélyezik az oltások, vagy az oltások mondjuk így eredményének a tudományos szakszerű vizsgálatát. Nyilvánvalóan ugye itt vakon végzett placebo, tehát kontrollált klinikai vizsgálatokról lenne szó, amit nem kívánnak meg a vakcinákkal kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen egy vakcina fejlesztés és kiszerelés az egészen más törvényeket és szabályokat köteles betartani. Erről szól az első fejezet. A második fejezet az az egészségügyi következmények összefüggése a vakcinázási menetrenddel. Tehát itt az a nagyon fontos kérdés, hogy hosszabbít-e mondjuk így élettartamot egy vakcinázás, amiről ugye Pócs doktor beszélt. Azt hozzá kell tennem, hogy az elmúlt 5 évben az USA átlag életkora most már hanyatlik, tehát jelentősen. Tehát ugye ezek statisztikai adatok, én ezzel kapcsolatban szoktam tájékoztatni, ugye a munkatársakat is itt, és a harmadik fejezet ugye ezekkel az adalékanyagokkal foglalkozik, amik a vakcinában vannak. Ugye alapvetően mi a gond egy oltóanyaggal? Csak példaképpen ugye influenzát senki nem úgy kap, hogy áll a villamos, és akkor valaki vába szúrja az influenza vírussal, hanem valójában ez egy felső légúti hurutos cseppfertőzés, ami úgy vált ki immunválaszt, hogy a vírusok a nyálkhártya sejteken megtelepszenek, azokból úgynevezett dendritikus sejtek lesznek, tehát egy ilyen antigén prezentál. Ez körülbelül olyan, mint a kocsi szerelő, mikor szétszerel egy autót, és akkor az alkatrészek közül nézi azt, hogy melyiket kell kicserélni. Ezek a sejtek képesek arra, hogy elindítsanak egy immunválaszt, mégpedig azzal, hogy megmutatják bizonyos T és B sejteknek, most nem akarok a részletekbe belemenni, tehát limfatikus, tehát immunsejteknek megmutatják ezeket az antigéneket, amit a vírus tartalmaz, és ezzel szemben kifejlődik egy humorális, azaz egy, tehát ellenanyagok termelésére, ezek általában a B sejtek feladata, és egy sejtes immunválasz, ami a T-sejtek, ugye ez a natural killer cell, vagy ez a memória funkcióban rendelkező természetes ölősejt, ez ennek az immunválasznak a reakciója. Az izmokban nincsenek ilyen sejtek, tehát az izmokban hiába adnak bármilyen fehérjét, fehérje természetű anyagot, ott immunválasz így nem indul el. Oda be kell hívni az immunsejteket, mégpedig úgy, hogy okoznak egy aszeptikus gyulladást, azaz tulajdonképpen a keringéssel, vagy a szövetben lévő rezidens, vagy helyi immunsejteket ezekkel a különféle vegyületekkel oda csalogatják, és hát ugye itt a legkülönfélébb szerkezetű és legkülönfélébb kiszerelési anyagokat lehet megtalálni. Ezek közül az egyik az, amiről a könyv maga részletesen beszél, érdemes elolvasni. Az élővírusos vakcinák, ugye ezek az MMR poliórotavírus, ez a negyedik fejezet tárgyalja ezeket. Tehát tulajdonképpen a fő vakcinánként, vakcina csoportonként végigmegy a könyv azokon az adatokon, amelyek fölmérték ezeknek a vakcináknak a veszélyeit, ezeknek a vakcináknak a következményeit, és ezeket mondjuk vizuálisan, tehát grafikonokon segítségével megjelenítik. Nagyon fontos ugye a HPV vagy a papilloma vírus vakcinák kérdése, ugyanis azt már iskolás korban, tehát mondjuk így a serülőkor közelében adják, és valójában ezek az lehetséges egészségkárosító hatások már az orvosi irodalomban jegyezve vannak, de ugye ez a mondjuk így a tájékoztatásba soha nem kerül be. Azért érdemes ezt a könyvet elolvasni, mert tulajdonképpen ez a tájékoztatás helyett,
tájékoztatja a szülőket és bárkit, akit érdekel, hogy mi a valós helyzet ezekkel az oltóanyagokkal vagy vakcinákkal kapcsolatban. A hatodik fejezet az az öbölháborús megbetegedések vakcináiról vagy oltóanyagairól szól. Hát ugye azt tudni kell, hogy ugye a katonákat oltják, tehát ők mondjuk így nagyobb vagy több vakcinát kapnak. Ugye ezek most, hogy aztán a korai nyugdíjba menetelükhöz ez mennyire járul hozzá, ez egy nagyon fontos kérdés. A könyv értelmezi is ezeket a kérdéseket. A hetedik fejezet az az influenza vagy a nátha vakcináról szól. Hát ugye valójában ez Magyarországon is egy választható vakcina. Az érdekes, hogy ugye a Kalifornia Egyetemén én nem mehettem be a kórházba addig, amíg nem oltattam magam ezzel, hát nem oltattam meg magam ezzel, úgyhogy nem mentem be a kórházba. Tehát tulajdonképpen ezek egy ilyen nagyon furcsa helyzetet teremt mondjuk így a munkaadó kérdésében. Ez egy nagyon lehetetlen helyzet, mikor valaki nem mehet be a saját kórházába csak azért, vagy a saját kutatóhelyére csak azért, mert nem oltatta be magát influenza ellen, amit én minden 5 évben egyszer elkapok, aztán mondjuk 1-2 órát heverek vele, aztán jobb esetben, aztán indulok tovább. Ugye vannak ezek a három komponensű, vagy többféle hatóanyagot tartalmazó vakcinák, tehát már most nem úgy megy, mint korábban, hogy egy oltás, egy vakcina, hanem itt keverik, vagy összevonják ezeket. Van olyan, amelyikben egyszerre 6 oltóanyag van most már. Tehát tulajdonképpen egy oltással bevisznek több olyan, mondjuk így, vakcinát, vagy hatóanyagot, amiről úgy gondolják, hogy az valójában megakadályozza azt a betegséget. Tudjuk, hogy ugye ez a Covid vakcinákkal szemben nem így van, ezt ugye elismerik a törvényhozók, vagy a kutatók és törvényhozók is. És ugye a 9. fejezet az a hepatitis B vakcinákkal kapcsolatos. Itt azért különleges ez a helyzet, mert én ismerem személyesen azt, aki Nobel-díjat kapott ezekért a vakcinákért, a hepatitis B vakcina kiszereléséért, és hát ugye személyes beszélgetésben ez egy más jellegű, mondjuk így erőfeszítés volt, de a lényeg az, hogy végül is ezt is bevezették. Na most ugye a hepatitis B vakcinákat most már csecsemőkorba akarják mondjuk így adni és bevezetni, és ahhoz tudni kell, hogy ahhoz, hogy valaki B-típusú mágyulladást kapjon, ugye ez a mágyulladás, heveny mágyulladás, ahhoz vagy drogélvezőnek, vagy valamilyen hámhiánnyal rendelkező nyálkahártya felületi sérülés kell, hogy, tehát ez nem lehet köhögni, tehát ez nem egy cseppfertőzéssel terjedő betegség. Tehát valójában azt lehet, és ezt csecsemőknek adni nyilvánvalóan kérdéses, hogy miért annyira fontos. A lényeg az, hogy a 10. fejezetben aztán áttér a könyv a koronavakcinákra. Ez azért fontos ez a kérdés, mert ugye tegnap tartottam előadást a magángyógyszerészek továbbképzésén, Dobogókőn. Az az előadás már rendelkezésre áll, illetve a héten jelenik meg egy jelentős cikkünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A 11. fejezet az a vakcinák és a terhesség kérdésével foglalkozik. Az utolsó az a, mondjuk így a Kennedy saját szervezetének, Children's Health Defense-nek az alkalmazottjai tapasztalatai vannak megtárgyalva, és nagyon érdekes a függelék ABC, ugyanis a függelékekben a Kennedy, aki jogász, tehát ő nagyon sok pert visz, a Collins-szal, tehát ugye a Fauci-val és társaival való levelezését, ugye Francis Collins, ő az NIH, tehát az Amerikai Egészségügyi Minisztérium kutatási szervezetének, a National Institute of Health-nek az igazgatója volt. Személyesen ismerem őket szintén, mert dolgoztam velük is, illetve az utódját, dr. Varmust, illetve az elődjét, bocsánat, dr. Varmust is
ismertem, akkor, amikor együtt dolgoztunk a National Institute of Health-tel, és ugye a függelék B az az elektronikus levelezéssel folytatódik, amit Francis Collinsnak, tehát az igazgatónak írt, amire aztán ugyanígy nem kapott válaszokat. Tehát itt azért alapjában véve ez nem egy kivételes eset, hogy nem válaszol vissza egy kormányzati szerv. Az USA-ban ennek egészen más a jogmenete. Inkább azt ismerem, de a lényeg az, hogy valójában itthon is elképzelhető, hogy hasonló kérdések merülnek majd föl, hogy hogyan indul meg ez a párbeszéd a kormányzati és a független szervek között, oltással kapcsolatos szakmai szervek között, és akkor a függelék E, az utolsó függelék, az az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának állásfoglalása szerint, ugye ez a Human Health Services, tehát az amerikai egészségügyminisztériumnak a, mondjuk így a Népegészségügyi Bizottsága, hogyan sérti meg a gyermekkori vakcinák kötelező jelentését. Ez egy 1986-os évi nemzeti gyermekkori vakcinás sérülésekről szóló törvény alapján lenne megkívánt vagy kötelező ezeknek a vakcináknak a valódi, mondjuk így, hatásait vagy ártalmait fölmérni. Na most ez az egész zárójegyzet, tárgymutató kérdés fontos, mert így lehet tájékozódni magában a könyvben, és ez azért nagyon fontos, ez az 1986-os törvény, és én ezt elhoztam, hogy értsék azért, hogy itt miről van szó. Ez a USA HR 5546, National Childhood Vaccine Injury Act of 1986. Ezt Ronald Reagan elnök írta alá, elnökségének utolsó hónapjaiban. A lényeg az, hogy ez mentesíti a vakcinaipart mindenféle polgári büntetőjogi korlátozástól. Azaz, hiába okoz, és majd mindjárt felolvassuk magát a törvényt, hogy tessenek érteni, hogy miről van itt szó. Ugye ez egy szabályozásoktól mentes, így jogi, tehát polgári peres. Ugye kétféle vannak, büntető és polgári perek, most nem akarok a részletekbe belemenni, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a polgári peres büntető vonatkozásait a vakcina károsodásnak tulajdonképpen kiveszik a jogorvoslás lehetőségei közül. Ezáltal a vakcinák általi egészségromlás vagy egészségkárosodás miatt nem lehet perelni egy gyógyszercéget. Ez akármilyen furcsán hangzik, ez így van. És akkor nézzük meg a törvényt magát. Itt van a csat, ezt majd PDF-ben eltetszenek tudni érni, tehát el lehet olvasni eredetiben is ezt a törvényt. Tehát ezt Ronald Reagan írta alá 86-ban. Ez a B szakaszra vonatkozik, ez a megállapítás. Én lefordítottam ezt DeepL-lel, de angol nyelven eredetből önök is le tudják fordítani. Egy további jogorvoslati részt iktattak be ebbe a törvénybe, meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek alapján a törvény keretében kárterítés iránti kérelmet benyújtó személy dönthet úgy, hogy polgári kárterítési pert indít. Ez a szakasz úgy rendelkezik, hogy a vakcina gyártója nem felelős. Polgári peres eljárásban a vakcinával kapcsolatos sérülésből vagy halálesetből eredő károkért. Tehát tulajdonképpen az amerikai jogalkotás vagy a törvény alkalmazás, ugye az USA-ban csak akkor lehet perelni, ha volt károkozás. Tehát mit tudom én, hiába lököm hanyat postdoktort, ha ő föláll és azt mondja, hogy oké, akkor nincs semmi gond, de ha kiesik a pénztárcája, azt valaki elviszi, akkor már perelhet engem. De addig, amíg nincs kára abból, ami történt, nem perelhet. Az USA-ban ez a károkozás, ez egy nagyon fontos alappillére a peres ügyeknek, és itt valójában a vakcina gyártóját nem lehet felelőssé tenni bármilyen kárért abban az esetben, amelyek elkerülhetetlen mellékhatásokból erednek. Azaz, ha ők mondjuk így felsorolják, hogy mi lehet ebből a vakcina mellékhatás körből, vagy mi alakulhat ki, azt ők
tulajdonképpen ezzel ők már védve vannak, lévén, hogy a beteg maga ismerte a vakcina káros hatásait, vagy ha rá lehet bizonyítani a gyártóra az, hogy valamit elmulasztottak, vagy valami hibát követtek el, amiről nem számoltak be. Tehát itt valójában a törvény azzal a polgári, mondjuk így, jogrenddel, amivel a felelősség vagy a károkozás alól kivonja a gyógyszeripart, vagy a vakcinaipart, mondjuk így, azzal tulajdonképpen kiveszi a jogorvoslás lehetőségét. Azaz, az USA-ban nem lehet vakcinagyártót perelni károkozásért mindaddig, amíg ő tulajdonképpen elkerülhetetlen mellékhatást okozott, akár halált is, és a másik pedig, hogy hogy valamilyen mulasztást követett el. Ugye ez azért fontos, mert ugye ennek nincs most jelenleg még, azt hiszem, ilyen tételes polgárjogi vonatkozása Magyarországon, de tulajdonképpen mindenki az amerikai rendszert követi manapság már, tehát az eljárásokban valószínűleg ez lesz egy szempont. A másik nagyon fontos, amit tudni kell a gyógyszercégekről, hogy ők viszont a törvényben meghatározták azt, hogy ez a VAERS system, ez a Vaccine Adverse Event Reporting System, ez a VAERS system, ugye ide lehet jelenteni orvosok által a vakcina károsodásokat, ennek körülbelül 1-5%-át jelentik, vagy jelenthetik több okból, most nem akarok ennek a részleteibe belemenni. Tehát tulajdonképpen annak fejében, hogy Reagan elnök aláírta ezt a törvényt, hogy nem lehet a gyógyszeripart perelni, ennek fejében viszont nyitottak egy kártérítési lehetőséget a bejelentések alapján arra az esetre, hogyha erre valaki igényt tart. De azt nem a gyógyszeripar vagy a gyógyszercégek fizetik, hanem az állam. Tehát tulajdonképpen ez egy, mondjuk egy ilyen félmegoldás, bármilyen tekintetben nézzük ezt a lehetőséget. Azért fontos ez a könyv, és azért köszönjük Tamosi doktornak, hogy lefordítatta velünk ezt a könyvet, mert ez egy nagyon lényeges, fontos eleme annak a mondjuk így globális hatalmi vergődésnek, ami a gyógyszeripar és mondjuk így az államapparátusok kötelező oltások tekintetében folyik. Ez minden fontos részletre ad valamilyen választ, ezt meg lehet venni a Amazon.com, én onnan vettem le a fedőlapot, itt van a magyar változata is egyébként ennek, tehát ugyanúgy néz ki. Majd az előadás után, mert többen kérték, hogy dedikáljunk, Tamosi doktor is mondta, hogy ezt dedikáljuk, aki kéri. Tessenek beleolvasni, tessenek megvenni, mert nagyon fontos. Miért fontos ez? Ha egy vakcina cég, és most ugye itt ez megint egy elérhető ismeretanyag, ez a Moderna cégnek a részvény árait, tehát a részvényeit mutatja 2020-tól 2021-en keresztül, itt kezdték meg a kötelező oltásokat az USA-ban, azt lehet mondani, hogy talán $100-ról $400 fölé megy fel ilyenkor egy gyógyszercégnek a részvény ára. Tehát el tetszenek tudni képzelni, hogy ez mi iszonyatos üzlet az USA-ban. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy a Moderna cég gyógyszer vagy orvosigazgatója volt, de ők eladták a részvényeiket itt körülbelül. Tehát valójában ez egy hatalmas üzlet, ezekkel a részvényekkel kereskedni, hogyha rákerülnek a kötelező oltási schedule-re, vagy a kötelező oltási, mondjuk így, jegyzékbe, onnantól kezdve ez hatalmas pénz. Itt van a Pfizer, szintén, ezt az internetről letetszenek tudni szedni, tehát itt ebben semmi, mondjuk így, különleges vagy elérhetetlen nincs. Ugye ők olyan $70-80 körül álltak meg a csúcson, most olyan 21-néhány dollár körül voltak nemrég, úgyhogy elkezdtek felszámolni jó néhány dolgot, vagy kell egy járvány nyilvánvalóan a következő, hát ugye azt most tervezgetik, ez talán a madárinfluenza lesz,
a majom, nem tudom én, influenza, az irán nem volt érdeklődés, úgyhogy az elmaradt, úgyhogy most jön a következő. Na, tehát ne csak mondjuk így a szakmai részét tessenek nézni, hanem ennek a gazdasági részét is. Én egy San Franciscói céggel, vagy mi egy San Franciscói céggel, vagy őket követjük, és ezeket a mondjuk így üzleti lehetőségeket azért követjük, mert én magam is kíváncsi vagyok. Én 2005 óta írok cikkeket a bírált szakmai irodalomban. Nagyon fontos, hogy mi augusztus végén egy tábort tartunk, ez Apajpusztán van, itt van a csata, ahol el tetszenek tudni élni, ahol ezeket a kérdéseket részletesebben megbeszéljük, és tudunk is valójában kicserélni anyagokat, meg ismereteket. Ha valakit ez érdekel, akkor esetleg jöjjön el. Illetve ami fontos, hogy aláírás helyett, vagy autogram helyett, vagy tehát bejegyzés helyett, ugye itt van az a kép, amit tavaly júniusban csináltunk Babival. Én tagja vagyok annak az orvos csapatnak, aki mondjuk így bizonyos kérdésekben nyilatkozik, vagy nyilatkozik felé. Tegnap tartottam ezt az előadást, dobogókőn ez fönn van, ez a Covid oltásokkal kapcsolatos, ezt esetleg tessenek megnézni. Ez egyébként a magángyógyszerészeknek egy kreditpontos, tehát a képzési jegyet biztosító előadás volt, ami ugye azért fontos, mert végül is itthon is lehet képezni ebbe az irányba, egyelőre magángyógyszerészeket, de hát reméljük, hogy ez más köröket is elér. A héten fog megjelenni egy cikkünk, a Pharmacology Research and Perspective, ez az amerikai gyógyszerfejlesztési és az angol gyógyszerfejlesztési társaságoknak a szaklapja. Ami nagyon fontos, hogy Dr. Peter McCullough, akinek a neve talán ismerős önök előtt, illetve Stephanie Seneff vállalták a szerzőséget velem együtt, sőt, örültek annak, hogy felkértem őket szerzőnek. Két olasz orvos kutató, vagy kutató biokémikus, illetve proteomikus, tehát fehérje vizsgálatokat végeznek. Erről szól a tegnapi előadásom. A tüskefehérjének bizonyos alléljai hogyan íródik át oltások után, mi az a pseudouridin, hogy néz ki egy fehérje, miután megváltoztatják ennek a messenger RNA-nak a szerkezetét. Ez véleményem szerint egy fontos előadás abban a tekintetben, hogy ennek a cikknek a részleteit tárgyalja. Ebben most nem fogok belemenni ennek a részleteibe, mert nem erről szól a mai beszélgetés. Ennek a magyar címe az, hogy a COVID-19 vakcinázás követő biokémiailag átalakított messenger RNA-s kerethibáson átírt tüskefehérjei emberi szövetekben és a vérkeringésben. Ez azért nagyon fontos, mert Peter McCullough, ő azt lehet mondani, az USA első számú, mindenképpen az első öt kardiológusban benne van. Ő a Baylor College Texas Egyetemnek a dékán helyettese volt, addig, amíg ki nem helyezték az állásából, mert ugye szembe ment a fő csapás irányjal. Ezzel ő nincs egyedül, most nem akarok itt mutogatni, hogy ki még járt így, de végül is többen vagyunk, vagy sokan vagyunk. És valójában itt az a kérdés, hogy szakmai körökben, szakmai értelemben hogyan tudjuk átvinni azt a nem is tudom másképp leírni azokat a borzalmakat, amelyek várhatóak az eredeti cikkek alapján, amiket mi ebben a közleményben megbeszélünk. Még ma éjfélkor vissza kell küldnem a kefelenyomat utolsó javításait, tehát valószínűleg ez a jövő hét közepén kijön ez a cikk, inkább kedszerda remélhetőleg. És hát én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, ha van kérdésük, akkor utána tudunk beszélni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és ha van kérdés, használjuk ki a lehetőséget, lehet kérdezni valakinek. Ha nincs, akkor egy kis szünetet tartunk, és 6-kor. Jó lesz? 6-kor kezdtünk akkor. Jó, egy kis szünet. Folytatjuk. Köszönöm szépen.
akkor mindenki foglaljon helyet, folytatjuk az előadásokat. Először még egy gondolatot mondanék. Nemrég voltunk 51 fővel egy buszon Csíksomlyón a búcsúba. Csodálatos volt a nagymise, félmillió embernél több összegyűlt, utána mentünk a Csángó misére, ami évek óta nem volt ilyen jó, és utána pedig mentünk a hajnalvárásra, vártuk a napfölkeltét, a napisten, a napba öltözött asszony, a boldogasszony fölkeltét. Csodálatos volt a napfelkelte, nem volt felhő, a nap kivágott egy nagy darabot a hegyekből, és úgy jelent meg. Ilyenkor mindig élvezzük a csíksomlyói szűzanya áldását. Ezt az áldást akarnám itt szóba átadni mindenkinek, aki itt megjelent, hogy közvetítsem azt, ha nem sikerült eljönni. Ez egy igazi zarándoklat volt, jól elfáradtunk, a buszon aludtunk, úgyhogy a szűzanya áldása legyen szájon mindenkire. Köszönöm. És akkor folytatnánk. Oltás károsodottak ellátása, tanácsadása. Dr. Turcsányi Zsolt következik. Köszönöm. Akkor újra nagyon szépen köszönöm a meghívást. Turcsányi Zsolt vagyok, házi orvos, belgyógyász és homeopata orvos. 1999-ben végeztem a Semmelweis Egyetemen, belgyógyászként, homeopataként és házi orvosként dolgoztam. 2009-ben született a gyermekem, de már előtte a Homeopata Orvosi Egyesületben kapcsolatban kerültem az oltásokkal, illetve az oltáskárosodásokkal. Tehát jó 15 éve a kapcsolatban vagyok az oltáskárosodásokkal. Talán úgy. Csak hogy jobb legyen a felvétel. Köszönöm. A zene, amivel kezdtük, vagy hát amivel hívogattuk újra a szünetből visszatérő közönséget, az Karl Maria von Weber, a Szellemek Ura című nyitánya volt, és hát az nagyon közel áll ugye a homeopátiához, mert a homeopátia, ahogy azt a tudomány bebizonyította már jó 60-70 éve, tulajdonképpen anyag, mint olyan nem létezik. Amit mi anyagnak tekintünk, az szellem, az lekötött, törvénybe kötött szellem, minden szellem, aki pedig a szellemek ura, ő iránta a legnagyobb hálával tartozunk, hogy lehetőséget biztosít nekünk a saját életünkön keresztül fölismerni őt, és az üdvösségre jutni. Ennél nagyobb feladata, fontossága nincs az embernek. Természetesen a test a szükséges dolog ahhoz, hogy ezt az utat, ezt a fölismerést meg tudjuk tenni. A test egészsége, ahogy Hahnemann mondja, egy nagyon kiváló és szükséges eszköz ahhoz, hogy az ember a földi feladatát beteljesíthesse. Tehát amikor a testet gyógyítjuk, akkor igazából a lelket, a szellemet gyógyítjuk, segítjük, hogy megfelelően működjön a nagyobb, magasabb rendű céljainak az felismerésében. Az előadáson felépítése látható ezen a dián. Először szeretnék beszélni az oltáskárosodásokról, a hivatalos véleményekkel, a hivatalos törvények, szabályok, a szabályok működése alapján, hogy lássuk, hogy mik pontosabban a törvények, az ajánlások. Aztán beszélnék az oltáskárosodások történetéről, párhuzamosan a homeopátiáról, csak természetesen nagyon szűk szavakban, mert ez hatalmas téma, nem fér bele nyilván egyik téma sem egy 3-4 órás előadásba. Egy ilyen tanfolyamot általában napokig szoktak tartani egy-egy itt felvázolt témáról. Az oltást követő nem kívánatos eseményeket, mint ahogy az elhangzott egy pár előadóval előttem,
talán nem is tudom, ki hivatkozott rá, elnézést kérek érte, de ez volt a lényeg valóban, hogy a 18/1998-as népjóléti miniszteri rendelet, Úrik Tibor doktor úr, igen, szabályozza az oltást követő nem kívánatos események felügyeletét, tehát a védőoltást követő nem kívánatos események, beleértve az oltási reakciók, mellékhatások, és oltási balesetek, az oltó, illetve észlelő orvos a járási hivatalnak és egyidejűleg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézetnek, a járási hivatal a kormányhivatalnak, a kormányhivatal az Országos Tisztifőorvosnak és az OKI-nak, Országos Közegészségügyi Intézet haladéktalanul jelenti. Tehát olyan tökéletes ez a szabályozás, hogy gondolnánk, hogy semmi szükség arra, hogy ide mi bejöjjünk, mert minden meg van oldva. Tökéletes a szervezeti felépítés, a hierarchia. Itt ebben a gondban működés nem lehetséges. Egy előttem virtuálisan megszólaló úrral talán egyet is érthetünk. Tökéletes kretének gyülekezete ez. Ha minden így alakul, ugye? Körülbelül évente 2,5 millió oltást adnak. Ez egy kicsit elírás lesz. Ez 7 évre vonatkozik. Az a statisztika, amit én itt fogok hivatkozni. Ez 7 év anyagát foglalja össze, tehát ebben 2,5 millió oltás beadása történt meg, amiből 2 millió kötelező volt. És a jogszabály, amit az előbb mondtam, a 18/1998-as népjóléti miniszteri rendelet, a bejelentésről, a kivizsgálás módszeréről, ügymenetéről, a vizsgálati eredményről, teendőkről szól. Pontosabban csak a bejelentésről szól, elnézést, a bejelentésről szól, és egyéb kivizsgálási módszerről semmiféle szabályozás nincs. Ebből az következik, hogy nem jogszabálysértő ebben a szabályozásban, hogyha egy oltást követő nem kívánatos eseményt, akár a szülő, vagy a házi orvos, vagy akármelyik orvos, aki észleli a problémát, bejelent a fent mutatott utakon át, és az a szemétkosárba kerül, ez nincsen törvényi hatája erre vonatkozó. Tehát nem lehet a hatóságot azért elmarasztalni, mert szemétkosárba dobta be az oltást követő nem kívánatos esemény jelentőlapját. És ezt ugye olyan magunkfajta kis emberek, akik nincsenek ezekben a hivatalokban, nem is tudjuk leellenőrizni, hogy ott mi történt, mi volt a kivizsgálás menete, mert ez nem nyilvános. Kimondta az Alkotmánybíróság viszont, hogy a védőoltási módszertani levél az nem jogszabály. Tehát amíg ők házon belül, a ANTS ugye a jogelődje ennek a mostani szervezetnek, tehát házon belül meghatározzák, hogy milyen kivizsgálási menetet tartanak szükségesnek. Ebből semmiféle következmény nincsen, hogyha teljesítik, nem teljesítik, rájuk van bízva, nem ellenőrzi őket senki. Itt röviden felsorolja ez a védőoltási módszertani levél, hogy hogyan jár ő el. De mit ugye az Alkotmánybíróságtól tudjuk, hogy ez nem jogszabály, ez senkit semmire nem kötelez. 2017-ig minden évben megjelent az Országos Epidemiológiai Központnak a honlapján az előző évre szóló oltást követő nem kívánatos események kivizsgálásáról szóló jegyzőkönyv. Ez kb. 2-3 oldal szokott lenni. És ezekben leírták, hogy nagy minden oltóanyag biztonságos, nem történt semmi baleset, semmi súlyos károsodás, nem történt haláleset,
és azt is leírják, hogy az a néhány kórházba került gyerek, aki az oltást követően kórházba került, hogy az a rosszuléte betegsége, az nem függ össze az oltóanyaggal. Tehát én 7 év adatait összegezve találtam ezt. Sajnos itt volt egy kis konfigurációs probléma, de azért talán lehet olvasni a jegyzetet. Az a piros kereszt, az valahogy nem úgy jó helyre került, de a lényeg az összesítésben, amit a 4 sorban látjuk, hogy a 2010-es, 11-es, 12-es, 13-as évben hány oltást adtak be összesen, illetve ezeknek az előzetes becslése is ott tartalmaz. Azért különbség, és csillagozott a becslés és a valódi beadott oltások száma, mert akkor került forgalomba néhány új oltás, amiket még pontosan nem tudtak akkor, vagy nem vezették, hogy hányat adtak azokból be. Na és akkor ezek közül ugye látható az életkorhoz kötötten kötelezően beadott oltások száma, és azt is, hogy hány bejelentés történt az oltás utáni halálesetekről. Ugye az a jogszabály szerint azt a halálesetet kell bejelenteni kötelezően, függetlenül attól, hogy az oltás következmények tartják-e, vagy nem a következményének, ha 24 órán az oltást követően következik be haláleset. Statisztikailag lehet tudni, nyilvánvaló, hogy a sajnos gyerekek közül is van néhány olyan ok, ami miatt nem oltástól meghalhatnak gyerekek, és akkor ezt úgy találták ezeknél itt az éveknél, hogy nem volt összefüggés az oltásokkal. Aztán a következő oszlop ugye a beadott BCG oltásokat mutatja, és azon túl pedig, hogy hány kórházi felvétel volt szükséges a BCG oltások után. Végig nullát találunk, és azt is minden évben, hogy nulla súlyos oltási mellékhatás történt ezek a kivizsgálások alapján. Ez a folytatása a táblázatnak, és alul látható az összesítés, hogy 7 év alatt 15 milliónál több oltás történt, és itt az összesítésben látjuk, hogy ebből kötelező oltás 7 milliónál több volt, és a lényeg, hogy súlyos oltási mellékhatás vagy haláleset az oltóanyag következményében egyetlen egy sem fordult elő 7 év alatt a hivatalos jelentések szerint. Szemben ezzel elég apró betű, de talán segítek el tájékozódni a diagramon. Szemben a hivatalos oltóanyag tájékoztatóval, amely azt mondja, hogy például osteomielitis, azaz egy csontvelőgyulladás, vagy egy szuppuratív limfadenitis, tehát egy gennyes nyirokcsomó gyulladás, vagy egy tájog az injekció helyén, ami súlyos, természetesen egy néhány hónapos vagy egy-két hónapos csecsemőnél ez egy nagyon súlyos kórkép lenne, és a hivatalos előírat az oltóanyagnál azt mondja, hogy ez 10 000 oltásra kell feltétlenül, hogy számoljunk azzal, hogy legalább egy ilyen mellékhatás jut. De hát, amint láttuk, több millió beadott BCG vakcina után sem volt egyetlen egy ilyen a hivatalos jelentések szerint. Hát ebből két következtetést lehet levonni. Az egyik az, hogy a magyar gyerekek ilyen kemény gyerekek, mind a lányok, mind a fiúk, ilyen jó fából vannak faragva, hogy ők betegszenek meg azoktól az oltóanyagoktól, meg Európa összes többi országában esetleg az elmúlt 60 év tapasztalat alapján megbetegedhetnek. Hát ez az egyik következtetés, ugye, ami elég valószínűtlen, hogy ez magyaroknál nem fordulna elő. A másik pedig az, hogy nem jó a rendszer, és nem gyűjtik össze a megfelelő problémákat. Most rákerestem a többszörös átalakítás után
a járványügyi infekciókontroll főosztály jelentésére, hogy 2017 óta mit tudunk a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. Ilyen címszóval kerestem rá, hogy nem kívánatos esemény. 2017 óta egyetlen egy találatot adott, ami egyébként nem az oltásokkal kapcsolatos. Tehát 2017 óta éves jelentést az oltások mellékhatásairól nem adnak. Egyszerűen úgy gondolják, hogy egyáltalán nincsen mellékhatás az oltásoknak, és nem is kell ezzel foglalkozni. Van egy másik IKER szervezet, ez az Országos Gyógyszerészet és Élelmezésügyi Intézet, ami egy évvel ezelőtt összeolvadt az előbb említett Nemzeti Népegészségügyi Központtal, de azért egy néhány éven keresztül mégiscsak hát oltóanyagokban is érintett tevékenységet folytatott. Ugyanez a rákeresés nem hozott érdemi eredményt, tehát a nem kívánatos események hivatalosan nem léteznek oltások következtében. Itt még egy-két mutatom a honlapot, hogy ennek valóban utána lehet nézni, hogy ez tényleg így van, vagy hát aki engem meg tud cáfolni, nagyon szeretném megcáfolni, én nem találtam meg, pedig egy jó pár éve foglalkozom a dologgal, nem találtam, hogy hol lehetnének ezek a jelentések. Ott látszik, hogy 2017 óta vannak éves jelentések, talán mutassam, ha tudom mutatni. Igen, 2017 óta vannak éves jelentések, azonban ezek egyáltalán nem tartalmaznak oltást követő nem kívánatos eseményeket, olyan statisztikákat tartalmaznak, hogy megyékre lebontva, oltóanyagokra lebontva hány oltást adtak be. Hát mindezért a Nemzeti Egészségügyi Központ miniszteri elismerésben részesült, mert jól végezték a munkájukat. Közérdekű adatok ugyanezen a honlapon, ki lehet bontani ezeket a témákat, körülbelül 80 vagy 100 darab közérdekű adatról szóló jelentés szerepel a honlapon, egyetlen egy sem ír az oltást követő nem kívánatos eseményekről, de azt kérdezem, hogy nincsen ennél közérdekűbb adat? Hát szerintem ez a legközérdekűbb adat ebben a témában, amivel kötelezően foglalkozik a Nemzeti Egészségügyi, hogy kellene foglalkozni a központnak. De hát ez nem közérdekű. Nem, semmi közünk hozzá. Szemben azzal, hogy itt mutatok egy zárójelentést. Itt nem hozta be sajnos a probléma. Kiírtam pedig itt jobbra a teljes érintett szakaszt ebből a zárójelentésből. Akinek jó szeme van, talán látja. Ez a Szegedi Tudományegyetem gyerekklinikáján 2017-ben elhunyt kisgyermeknek az epikrízise, tehát az összefoglaló jelentése a halálát követően, amiben megállapította a klinikai orvos, hogy a halál oka keringési elégtelenség volt, amelyet a disszeminált BCG fertőzés okozott. Tehát a BCG oltás ugye élő, gyengített tuberkulózis baktériumokat tartalmaz. Nem lehet összekeverni egy labornak az úgynevezett vad tuberkulózis baktériumokkal, mert teljesen más, tehát ki lehet mutatni, hogy ez az oltó anyagból származott. Természetesen a fentiek szerint nem került bele az oltási mellékhatások jelentésébe ez a gyermek eset sem, ahogy nem került bele ő sem, és még nagyon-nagyon sokan, akik egyértelműen és sokszor orvosok által is elmondottan és bizonyítottan oltóanyagtól betegedtek meg, majd haltak meg, nem kerültek bele a statisztikába. No, szóval most a következő részben az oltáskárosodások történetéről szeretnék beszélni, valamint a homeopátiáról, elvéről és történetéről.
amelyik majd, hogy nem egyszerre keletkeztek, vagy egyszerre indultak. De egy kis magánjellegű kitérőt hagyd tegyek. 4 oltatlan gyermekem van. 15 éves a legnagyobb, 10 éves a legkisebb. Összesen 51 gyermek év kezelést jelent ez. Én voltam a kezelőorvosuk kezdettől fogva. Homeopátiával kezeltem őket, fájdalomcsillapítót, antibiotikumot nem kaptak. 13 éve vannak, ennek fejében ugye, 13 éve vannak védelembe véve a hatóság által, mert nem tudok ugye ezáltal, hogy nem kapja a gyerek az oltást, akkor természetesen veszélyeztetve van, és ezért a gyerekeket meg kell védeni a szüleiktől, ugye, nyilvánvaló. Sok pénzbüntetés, etikai eljárások, fenyegetések, de azért mégiscsak megvagyunk. Köszönjük szépen. Egészségben. A homeopátia története majdnem egyszerre indult a vakcinálással, és a vakcinálást az egyszerre indult az oltáskárosodás történetével, ugye Jennerig kell visszamennünk, aki az első hímlőoltást fejlesztette ki, de hát rögtön halálesettel indult, érdekes elolvasni a történetet, nagyon-nagyon sok haláleset és baj kísérte a hímlőoltás diadalmenetét, ugye? Mert hát végül is diadalmenet, mert sikerült a földről teljesen eradikálni a himlőt. De már az elején James Compton Burnett, homeopata orvos, fölismerte, hogy nagyon sok beteges állapot vezethető vissza a himlőoltáshoz, és ő már akkor meg tudta mondani, hogy milyen gyógyszerrel lehet megelőzni vagy kezelni ezt az oltáskárosodást, és aztán ő mondta ki először azt, hogy nagyon jó hatású lehet az oltáskárosodásokban, hogyha oltásokból készült homeopátiás szereket alkalmazunk. Bár ezeket ő még nem dolgozta ki, ez a későbbi korok művelőinek jutott. Tehát Burnettnek könnyű dolga volt, mert minden betegét meg tudta gyógyítani oltáskárosodásból, pedig elég súlyosak voltak, bénulások, idegzsábák, fejfájások, aknék, mert csak egy oltás volt. Azóta pedig, ugye, hogy az előző előadásokban is hallottuk, hát garmadával, és mindegyiknek megvan a maga célszerve, a maga különös és egyedi hatása, és ezek elkezdenek keveredni, akkor szörnyű káoszt tudnak a szervezetben létrehozni. Na most a Hahnemanni homeopátiás szemlélet szerint egészen más a betegségek kialakulása és a betegségek lefolyása, mint ahogy azt a hagyományos orvosegyetemi képzésben tudjuk. Hát ez is megér persze egy több órás előadást, itt csak nagyon-nagyon szükre lehet szabni. Itt arról van szó, hogy a Hahnemann elmélete szerint egy betegséget akkor lehet meggyógyítani, hogyha ahhoz hasonló, de annál erősebb betegséget adunk. Ebből a szempontból mindegy, hogy ez a hasonló betegség, ez egy természetes betegség, vagy úgynevezett műbetegség-e. Amennyiben egy természetes megfertőződés jön létre egy himlőbetegnél, egy szamárköhögéssel, hogy az előbbi diánes pillanatra lehetett látni, az képes meggyógyítani a himlőt. Erről régi orvosi lapok számtalan dokumentumot mutattak be. Tehát ez igazolja Hahnemannak az elméletét. Tehát ez az, amit ki tud használni a homeopátia, hogy egy műbetegséget kelt az egyénben, ami egyébként hamar elillan, tehát néhány nap vagy néhány hét alatt elillan a betegség, de addig erősebb
mint a beteg természetes betegsége, és az alatt meg tudja gyógyítani azt, feltéve, hogy az hasonló az eredeti gyógyítandó kórképhez. Szóval ezt a vakcinózis nevű fogalmat azt a Burnett vezette be, amikor úgy találta, hogy nem képes az életerő megszabadulni az oltási betegségtől, és egy új betegség keletkezik. Hogy nem képes megszabadulni a betegségtől az egyén, ez sokszor például a lázcsillapításnak is köszönhető. Ugye a nagyon teljesen általános bevett gyakorlat manapság, hogy a védőnő azt mondja a szülőnek, hogy adjon lázcsillapítót a babának oltás után. Ez a lehető legrosszabb, amit ajánlhat, de erre képezik ki őket. Nemhogy megmérgezik a gyereket, még arra is kényszerítik, hogy képtelen legyen erre reagálni, hogy kivezetni magából bizonyos váladékokkal, izzadással, szemből, fülből, akármilyen váladékokkal, hasmenéssel, vagy ornyálkártyán keresztül, azokat a mérgeket, amikre egyébként képes volna a szervezet. No, hát ez a Burnetti módszer, ugye itt még annyit lehet látni, hogy különböző oltóanyagok különböző affinitást mutatnak bizonyos szervekhez. És akkor ez alapján azért tudunk következtetni, hogy milyen szervkárosodásokat látunk, hogy milyen oltóanyag okozhatta a károsodást. Itt ezen a képen egy 2009-es konferencia látható, amint Tinus Smith tart egy előadást, itt a Bona László homeopata orvos szervezésében. A Tinus Smith módszerről feltétlenül kell két szót említeni, ha hamar lejár is az időm. Beszélt először arról, hogy hogyan lehet megelőzésként is, majd aztán kezelésként is az oltóanyag nozódákat használni oltási károsodásokra. Ennek van egy nagyon jól bevált módszere, bár azt is hozzátehetünk, hogy az elmúlt 15 évben sok mindent hozzá tudtunk még tenni, és még tudtuk fejleszteni is ezt a módszert, ami alapján nagyon sok oltáskárosodott beteget lehet megjavítani, vagy meggyógyítani. Ez a két könyv a Magyarországon is kapható. Itt néhány régi 15 évvel ezelőtti homeopata orvos az előadáson. Ez egy 2017-es tanfolyam már, amit Kate Birch tartott Magyarországon. Ez egy háromnapos tanfolyam volt az oltáskárosodásokról. Tehát lehetetlenre vállalkoztam itt 3-4 órában. Ez az ő könyve, erről a könyvről, az egészségoltások nélkül hoztam egy pár példányt. Díjmentesen ajándékba, akinek jut, az elvehet belőle, ha valamennyi adományt oda tesz az asztalra, azt köszönettel elfogadom. Akinek esetleg nem jut, annak szívesen küldök postafordultával, ha leírja valahova oda egy lapra a címét, meg a nevét, igen, hogy postaköltség ellenében szívesen küldök. És akkor még, ami itt látható, az a hosszú hatású homeoprofilaxis tanulmány, amit szintén ez a Kate Birch, amerikai homeopata orvos készítette el a munkatársaival együtt. Azt vizsgálta, hogy vajon az oltatlanok vajon milyen egészségi állapotba kerülnek hosszú távon. Ugye? Mert hát itt is hallottuk a Bayer Zsolt szájából, hogy akkor lehet félni attól, hogy akkor jön a diftéria, a szamárköhögés, a bénulás, ugye a poliomielitis és a többi hírhedett betegség. Hát erre annyit tudok válaszolni, hogy részben igaza van. Tehát az oltatlanoknál ennek a valószínűsége bizony fennáll. A saját tapasztalatomból is egy esetet feltétlenül el kell mondanom. Az pedig az, hogy az én oltatlan kislányom körülbelül egy éves volt, amikor erősen elkezdett köhögni.
És a köhögése elég fokozódó, egyre mélyültebb, egyre ugatóbb jellegű köhögése volt. És ugye ott ül az apja, aki házi orvos, meg belgyógyász, meg homeopata, és gondolkozik, hogy hát egy köhögésre most minek? Hát most miért adjak neki szert? Majd elmúlik. Na, nem kell minden banális dologra szert adni, homeopátiásat sem, bízni kell a szervezetre is valamit. De hát nem akart múlni a köhögése, egyre mélyültebb, és akkor a feleségemmel azon kaptuk magunkat, hogy már egész éjszaka ülünk az ágyánál, és figyeljük, hogy mikor áll le a légzése. És akkor hát nagy nehezen az apjának leesett egy tantusz, hogy a bordellia baktérium, ami ugye a szamárköhögésnek a kórokozója, az benne van a populáció 20-30%-ának a torkában. Tehát az egy jelenlévő kórokozó, és attól lehet kapni szamárköhögést is, vagy elhúzódó, mélyebb téli, főleg téli időszakban nem nehezen gyógyuló köhögéses betegségeket. Szóval leesett a tantusz, hogy a gyerekemnek szamárköhögése van. Hála a homeopátiának, és hála a szellemek urának. 2-3 nap alatt tökéletesen meggyógyult a gyerek. Abban a stádiumban, hogy intenzív osztályon és kórházon keresztül kb. 2 hét lett volna a gyógyulása, abban a stádiumban. Tehát ezt mindig el szoktam mondani szülőknek, akik arra a önálló útra kerülnek, hogy nem oltatnak, hogy azért néhány dolog van. És ahogy az egyik előző előadásban elhangzott, hogy a Kennedy előadásban elhangzott, hogy a polió az nem létezik, ugye? A Kennedyben volt, hogy a polió nem létezik, mert az egy enyhe vírus, ami önmagában nem okoz, bocsánat, úri doktor úr, szintén, hogy a polió valóban nem létezik, az egy toxin, igen, hát nem kell a gyerekekkel nehéz fémet etetni, persze. De van persze, ami létezik, hát figyelni kell rá. Ez a könyv egyébként az egészségoltások nélkül erre is felhívja a figyelmet, hogy mi van, ha jön egy szamárköhögés, mit kell tenni, hogyan kell észrevenni egyáltalán, és a többi. Nagyon sok fertőző betegség, meg járványos betegség megtalálható benne jó laikusoknak. Szerintem rövidre fogom már, csak annyit erről a hosszú távú homeoprofilaxisról, hogy ez a vizsgálat azt mutatja, még nincs lefordítva magyarra, hogy abban az esetben, amikor oltatlanokat hasonlítottak össze, tehát hosszú távon olyan gyerekekkel, akik homeopátiás profilaxist, homeopátiás megelőzést kaptak egy-egy betegségre, akkor nemhogy nem kapták el ezeket a betegségeket, szamárköhögés, kanyaró és a többi, hanem még összehasonlítva a egyébként homeopátiás kezelés nem kapó, de nem oltott gyerekekkel, még azokhoz képest is jobb lett az egészségügyi állapotuk. Hát szerintem nem megyünk tovább, ugye? Nem tudom. Még kapok? Köszönöm szépen. Jó. Jó. Tehát az oltás károsodás kezelése az rendkívül komplex dolog. Éppen ezért, mert ahogy hallottuk és tudjuk, nagyon-nagyon sokféle oltóanyag van, és mi ezeknek mind az a hatásai mind lerakódnak, miazmatikus zavarokat okoznak, tehát az életerőt zavarják meg, egy komplex zavart okoznak a szervezetbe. Nagyon nehéz visszakövetkeztetni, visszaolvasni azt, hogy melyik zavar, melyik oltóanyag következtében alakult ki. Nem is mindig tudjuk. Ha tudjuk, akkor azt jól tudjuk kezelni egy adott oltóanyag nozódával, de valamikor olyan blokkok vannak a szervezetben, hogy ez önmagában nem elég, szükséges, hogy adjunk valamilyen alkatnak megfelelő szert, és azon túl még vitaminokat és egyéb kiegészítőket. Szóval azért is az oltás
károsodások előadásba. Azért is foglalkoztunk ilyen sokat az elején a rendszerrel, tehát a kötelező védőoltási rendszerrel, mert ott lehet ezt igazán orvosolni, mert olyan mély és nagyon, nagyon nehezen gyógyítható és nagyon nehezen kezelhető zavarokat, problémákat tud okozni ez a rengeteg oltás, hogy ezzel így nem fogunk bírni. Tehát a rendszert kell valóban megváltoztatni. Még akkor egy röviden, hogy összefoglaló képpen, hogy milyen oltási reakciókat tudunk. Hát az a legkedvezőbb, amikor egy láz, rossz közérzet, váladék, kiütés keletkezik oltás után rövid időszakkal, végigfut a úgynevezett, ez is egy műbetegség, ugye a vakcina betegsége a szervezeten, és az egészség visszatér. Tehát ez kell a szervezetnek, egy lázas állapot, egy váladékos megszabadulása a problémáktól. Akár kiütés is lehet ilyen. Tehát ezek mind jók, nem szabad őket elnyomni, nem szabad lázcsillapítót, lehetőleg antibiotikumot se alkalmazni, vagy egyéb ilyen szereket. Homeopátiával nagyon sokszor lehet ezeken segíteni. A második típusú oltási reakció, ami már egy kicsit nehezebb, azt mutatja, hogy az életerő egy nehezebben birkózik meg a feladattal, az egy elhúzódó lázas állapot, allergiás reakció, ismételt fertőzések, idegrendszeri vagy viselkedési zavarok lehet, amiből aztán be lehet ragadni. Tehát ilyenkor van az, amikor a gyerek egy hetet jár iskolába, és két hetet van otthon. Nem tudom, hallott-e már valaki ilyesmiről? Elég köznapi dolog. A harmadik típusú reakció, amikor látszólag nem történik semmi, ez nem biztos, hogy jó dolog. Ez lehet egy kezdete, egy látens miazmának, egy új beteges állapotnak, ami akkor még nem derül ki, csak ez fokozatosan, észrevétlenül, lappangva, alamuszi módon alakul ki, és mégiscsak sok esetben vissza lehet vezetni az alapos esetfeldolgozás és nyomozás alapján egy gyerekkori kötelező oltásodát, esetleg felnőttkorira is. A negyedik típusú oltási reakció, amikor egy alvó, látens miazma ébred fel, amit ugye, ezek a miazmák egy olyan, a homeopátiában a miazmák egy olyan beteges állapotot jelentenek, egy beteges fogékonyságot, amiket szerezni is lehet, de a szülőktől vagy még följebbről lehet örökölni is. És ezek a fő betegség típusok, egy betegség mintázatok, betegség hajlamokat jelentenek, hogy milyen betegségre lesz valaki hajlamos egész élete során. Nem könnyű ezekből persze. Különböző súlyosságúak, de a gyógyítás, de hagyományos orvoslás nem tud ezeken segíteni, csak homeopátiával lehet ezeket a miazmákat gyógyítani. És hát az ötödik oltási reakció, amit nem maga a főszer, hanem a különböző tartósítószerek, adjuvánsok, immunmodulások, antibiotikumok, stb. Okoznak a szervezetben ezt is. Ezeknek megvannak a maguk speciális homeopátiás szerei, ezeket el kell különíteni. Úgyhogy az oltás károsodások kezelése az egy sok tényezős függvény, nagyon alapos kikérdezés, elemzés, az eredmények értékelése és megfelelő szerválasztás alapján lehet. Vannak olyan esetek, amiket egy szer meg tud gyógyítani, mondjuk egy oltás után keletkezett hasi fájdalmat, most egy beteget kezeltem, hogy oltás óta 3 hónapja fáj a gyerek hasa, állandóan arra panaszkodik. És akkor kapott egy ennek megfelelő szert, és meggyógyult egy szertől. De hát van olyan eset, amikor évekig tart a kezelés, olyan mélyre, olyan nagyon súlyos állapotot, idegrendszeri immunproblémákat okoz. Hát szerintem ennyi akkor. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Gratulálunk a... Egy mondatot hadd mondjak. Az a kérésem, a Túlcsányi doktor ott hagyott könyveket, ugye, és akkor mondta, hogy adományként lehet azért fizetni.
az a kérésem, hogy aki vitte könyveket, az adjon adományt, tehát elég drágák ezek a könyvek előállításai, tehát szeretném kérni, hogy mint a rendezvény gazdája, hogy ne tűnjenek el úgy a könyvek, hogy nem kapott semmi bevételt belőle. Ami van bevétel, az láthatólag kevés ahhoz, amennyi elfogyott. Köszönöm. Köszönjük szépen. Turcsányi doktornak ajánlom, hogy majd legközelebb arról tartson előadást, hogy a négy gyerekét hogy mentette ki az oltási, hogy hívják arról. Nagyon kíváncsiak lennénk rá, jó? Lehet, hogy nem vesszük fel, csak négy szem közt itt elmondja, de mindenféleképpen egy jó dolog lenne. Most pedig a szezonális allergiáról Tamasi doktor tartana előadást, hogy a Big Pharma megkerülésével hogy tudnánk ezt kezelni. Tehát az allergiák azok, gondolom nem mondok senkinek újat, gyulladások. A gyulladások azok nagyon sok okból keletkeznek, és tulajdonképpen egyik a másikat rontja. Ugye itt az allergiák esetén arról van szó, hogy a pollen vagy valamilyen környezetünkből származó méreg, ami lehet akár az autóknak a kipufogógázaiból, vagy a chemtrailből, vagy a földekre kiszórt mérgező anyagokból, egyszer csak valamilyen reakciót kiváltanak a szervezetben, és nyilván annál inkább tudják ezt a reakciót kiváltani, minél több forrásból már van egy előzménye, egy gyulladásos előzménye. A gyulladás az egy olyan folyamat, ami kis mennyiségben és határozott keretek között jót tesz a szervezetnek, mert megvédi a szervezetet. Megvédi a szervezetet attól, hogy súlyosabb károsodás kialakuljon. Tehát a szervezet védekezése valami ellen, sajátságos gyógyító mechanizmusa, azért, hogy a szövetkárosodást kivédje. Sejtek, fehérjék, szabályzó anyagok szaporodnak, és vándorolnak a gyulladás helyére, kialakul a tűz. Ez egy meleg, fájdalmas, duzzadt terület, és kezdetét veszi a háború, a betolakodó, a károsító tényező ellen. Most a gyulladások azok lokálisak vagy általánosak, ugye van, ami kivált egy ilyen általános reakciót, és akkor mondjuk láz vagy általános gyengeség alakul ki. A gyógyulás szolgálnál mégis a gyulladás maga válhat ugye a problémává, a károsítássá, és különösen, ha elhúzódik és kronikussá válik, akkor nagyon nagy probléma lesz belőle. Normális gyulladásnak van eleje, és van vége, ami nem olyan sokára következik be. Hát ugye a gyulladás típusonként ez különböző. Az immunrendszer előbb-utóbb győz, a csata helye az gyógyul, nyom nélkül vagy kisebb hegszövettel. Az elhúzódó gyulladás viszont egyre nagyobb kárt tud okozni, egyre több energiát rabol, és egyre több kóros folyamatot indít be. Tehát az első védekező reakció a betolakodó ellen, ez egy jó folyamat. Az elpusztult sérült sejtek eltávolítása, a regenerációjának a kezdete, ez is egy jó folyamat. Viszont a tartós, ismétlődő, kimerítő gyulladás, krónikus betegségek, aztán autoimmun gyulladások és daganat képződés alapja. Ugye tudjuk, hogy a daganatot többnyire gyulladások előzik meg. Gyulladás nem csak a beteg szövetet, hanem az egészségeset is károsítja. És akkor jönnek az allergiák, ugye, ami az egyik fajtája ezeknek a gyulladásoknak. Például a szénanátha, vagy az asztma, vagy a bőrallergiák, ugye a szem nyálkahártyájának a gyulladása. Folytatólagos gyulladások olyan anyagokkal szemben, amelyek külső forrásból származnak. Itt látjuk ezt a... Tehát itt látjuk ezt a térképet, ami a különböző polleneknek a időrendi besorolását mutatja, ugye, hogy tavasszal kezdődnek a mogyoró, az égerfa, a nyárfa, a nyírfa, a kőrisfa, aztán
következik a fűzfa, a platánfa és így tovább, és akkor ősszel jutunk el a parlagfűig, ami a sorban szinte az utolsó, tudjuk, hogy augusztus vége, szeptember, október eleje ez a szezonja a parlagfűnek. Miért alakul ki gyulladás? Hát ennek sok oka van, és mondom még egyszer, az allergén, tehát ez a pollen, ez csak az egyik oka. A életmódhibák, táplálkozási hibák, túlsúly, mozgáshiány, aztán a belső személyiségnek a torzulásai, hogy túlságosan kifelé koncentrál, befelé nem figyel, nincs elég pihenés, túlzásba vitt munka, szabadság hiánya, aztán a rossz légzési technika és az antioxidánsoknak a hiánya, ezek tudják befolyásolni. Aztán létrejön a gyulladás a flóra zavar miatt is, tehát a bélben lévő baktérium flóra zavar, ahol rothasztó erjesztő baktériumok, gombák, paraziták, vírusok, prionok szaporodnak el. Ugye a mikrobiótáról is már többször beszéltünk, tudjuk, hogy óriási jelentősége van. Igazából a génállományunknak a sokszorosát, tehát ugye van 23 ezer génünk, és a baktériumok, amelyek bennünk vannak, annak van 5 millió génje. És ezek a gének, ezek folyamatosan termelnek valami anyagot, ezek folyamatosan felszívódnak, vagy stimulálják, vagy elnyomják az immunrendszert például. Létrejöhet a kolonizációs rezisztencia, vagyis a védekezés, és létrejöhet annak a károsodása. Létrejöhet egy olyan állapot, amikor nem megfelelően zár a bélfal a baktériumok hiánya és átalakulása miatt, és akkor mondjuk itt látják, hogy van olyan, hogy normálisan fedett bélnyálkahártya, meg van ilyen, ahol alig van baktérium, és akkor átjárhatóvá válik, és éppen ami arra nem sétál, csak az nem jut be a vérkeringésbe. Aztán torzulások jönnek létre, ezek leginkább a táplálkozásunkkal függnek össze, vagy az emésztőcsatornába kerülő anyagokkal, állati termékek, a gyulladásokból bekerülő anyagok, kémiai anyagok, alkohol, zsírok, fehérjék, stb. Túl meleg, túl hideg étel, aztán kóros baktériumok, amelyek kifejezetten valamilyen fertőzést okozhatnak. Ide tartozik ugye például a szalmonella, az Escherichia coli, enterokokkuszok, vagy a candida gomba, és sok más. Kóros esetben ezek ammóniát képeznek, neurotoxikus hatásúak, és akkor ettől gyorsulnak ugye ezek a krónikus idegrendszeri folyamatok, rángások, remegések, demencia, leépülések jönnek létre, és különösen akkor ugye, hogyha a májat is gátolja valami az életmódban. Aztán baktériumok anyagcsere termékei nagyon sokat tudnak rontani, de mivel nincs sok időm, ezért ezekben részleteiben nem megyek bele, hanem inkább tovább haladunk. Ugye vannak károsító kémiai anyagok, és akkor itt szeretném kiemelni ugye az alkohol, dohányfüst, azbest, stb. Mellett ugye a Covid injekcióknak a méreganyagait. Tudjuk, hogy minden kóros folyamat romlik ettől az injekciótól, akár melyik típusba tartozik is. És ez azt jelenti, hogy könnyebben kialakul az allergia is, mert nagyobb a gyulladás készség már. És akkor ehhez még hozzájárulhat a chemtrail, amiről majd Horkovics doktor nem sokára beszélni fog. Vannak mechanikai sérülések, kialakulhat az autoimmunitás, és akkor mutatom, hogy milyen képeket látok én a mikroszkópos vizsgálataimnál, amit azelőtt nem láttam. Tehát ugye például vannak trombusok, tehát ilyen kis vérrögök, amelyek az egy csepp tágylemezen lévő vérben is ki tudnak alakulni, és ilyenek tömegével létrejönnek benne. Ez azt jelenti, hogy felfokozott a véralvadékonysága.
Aztán vannak mindenféle ilyen képletek, amelyeket én leginkább grafénnak tudok beazonosítani. Különböző szerkezetek alakulnak ki. Többnyire, ha jól sikerül az összeszerelődés, akkor ezek ilyen tubuláris, ilyen csőszerű képződmények, de sokszor valami elhibázott, és akkor ilyen masszák, ilyen tömbök jönnek létre. De ehhez jönnek még azok a gyulladáskeltő dolgok is, hogy ugye átjárhatóbbá válik a bélfal, és akkor mindenféle jószágok ugye bekerülnek a vérkeringésbe, tehát ez például egy baktérium. Aztán vannak ilyen mikroparaziták, amik ott sétálgatnak ugye a vérben, ezeket is látni lehet. Ezek normálisan nem szabadna, hogy a vérkeringésbe bent legyenek, vagy például a sejten belülre bekerülnek, és létrejön egy olyan állapot, ami tulajdonképpen a maláriához hasonló, vagy azzal azonos. Ugye sokszor fölmerül bennem, hogy ugye ezekbe az injekciókba beletették a géneket különböző kórokozókból, hát a maláriát is beletehették. Tehát látjuk, hogy minden sejtben ott vannak a fertőződések, és ott mozognak benne. És ezt egyébként legsikeresebben eddig az én praxisomban tényleg az ivermektinnel lehetett kipusztítani. A gyulladások különböző szervekben jöhetnek létre. Ugye egyik csak a fejé nyálkahártyák, de a szervezet bármely szervében tudnak súlyosbodni. És akkor létrejöhet láz, fájdalom, oda jutnak a makrofágok, a limfociták, tehát a nyirokrendszer különböző elemei. Aztán molekuláris folyamatok jönnek létre, ami szintén az immunműködést támogatja, de ez egy kimerüléshez vezethet, mert annyira túl van terhelve ezekkel a gyulladásokkal a szervezetünk. Kívülről is lehet látni dolgokat, lehet látni aknékat, ekcémákat, hajhullást, zsíros korpás hajat, töredezés, gyulladásokat, száraz, bőrszárazságot, szövetszaporulatot, lepedéket, folyást, viszketést, köhögést, gyulladszemet, és így tovább. Tehát ezeket az ember tapasztalhatja, nem kell hozzá különösebb vizsgálat. Gyakoribbá válik a náthásbetegség, ugye nagyon sok oltott erről számol be, hogy azóta állandóan beteg vagyok, újra és újra visszaesek. Gyakori idegi fájdalom jöhet létre, gyakori felfázás, krónikus húgyúti gyulladás. Egy biztos, az én praxisomban az egy általános tapasztalatom, hogy a gyulladást megtűrni a szervezetben nem szabad. Tehát ha gyulladások vannak, akkor azonnal tenni kell valamit, és a természetes gyógymódokkal nagyon sok mindent lehet tenni. Lehet műszeres vizsgálatokkal is egyébként igazolni, vagy például ultrahanggal is, különböző hártyák és falak megvastagodnak, vagy folyadékok jönnek létre, amiket általában a röntgenesek, az ultrahangos szonográfusok nem szoktak figyelni, mert nem olyan jellegzetes képződmény, de ezek utalnak a mostani vagy a lezajlott gyulladásokra. És ugye a beteg ember az szeretné a gyógyulást. Hát ahhoz először is ugye az allergént kell felismerni, meg ezt az egész gyulladásos hátteret, hogy mi az, ami előmozdítja az allergiás folyamatot. Ugye a tipikus orvosi gondolkodás az az, hogy csak ha már nagyon előre haladott, és akkor gyógyszerre állítják, és azt élethosszig szedni kell, és súlyos mellékhatásai vannak, majd műteni kell, mert ki kell venni. Mondjuk ugye a pajzsmirigy esetén ez egy tipikus dolog, hogy göbök vannak, és akkor azt ki akarják venni, mert az alacsony jelintenzitású, és akkor az hajlamos a daganatos elfajulás, azért kiszedik a pajzsmirigyet, holott azok állandó gyulladásra utalnak, és a gyulladásokat kéne megszüntetni, de hát ahhoz a mai medicína sajnos nem ért. Ha mégis prevencióról, tehát megelőzésről van szó, akkor másodlagos prevencióról, mondván, hogy nem túl késő, szűrésekkel, kolonoszkópiával, vérképpel, mammográfiával és így tovább próbálják követni a folyamatot. A hasonlat ehhez az, hogy folyik a csap a konyhában, nekünk most volt éppen egy ilyen, elönti az egész házat, és folyamatosan csak föltörli, aki bután jár el, hogy úgy mondjam, és nem a
a főcsapot zárja el, hogy megszűnjön a víz ömlése. Tehát a nyugati medicina ugye kvázi az okot keresi, de mégis a véletlen művének tekinti ezeket a folyamatokat. Én nem. És aki hasonlóan gondolkodik ebben a paradigmában, az sem. Tehát nincs olyan, hogy véletlenszerűen kialakuló gyulladás. A gyulladás azért jön, mert valamit elrontottunk, valamit másként kell csinálni. Vagy a gondolkodásunkat, vagy az életmódunkat, vagy a kezelésünket. Az ismeretet az evidenciák határolják be. Ahogy Guzeu doktor szokta mondani, az evidencia based medicina. De az élet alapkérdéseiről nincsenek evidenciái. Például mi a helyes táplálkozás, amivel nem betegszem meg? Válasz, meg kell várni, majd a tudomány felfedezi. Amikor felfedezte, akkor még legalább 17 év, mire átmegy a gyakorlatba. Szóval mindenki kalkuláljon, hogy akkor várakozik a tudományra, vagy inkább a tradíciókhoz, a tapasztalati gyógyításhoz fordul, mert azzal viszont eredményeket lehet elérni elég gyorsan. Amit esetleg a gyógyszerészet igyekszik elrejteni, mert ugye a saját léte fenyegetett, hogyha az emberek egészségesebbekké tudnak válni gyógyszer nélkül. A nyájimmunitásról ugye tudjuk, hogy az egész egy kamu. Van egy csomó gyulladásos előjel, amit nem néznek, hiába nézik a labort, csak pont a legfontosabbakat nem értékelik, vagy nem csináltatják meg. Ugye rengeteg ilyen gyulladásos és autoimmun faktor van, amiből lehet következtetéseket levonni. Na, kerülni kell az allergént. Ugye tudjuk, hogy a pollen az szabad szemmel sem látható apró részecskékből áll, amit a szél akár 400 km távolságban is el tud fújni, és az a légutakban föltapad a nyálkahártyára, és ez annak, akinek már ott tart a gyulladás készsége, az hirtelen gyulladásossá válik, és kialakul a szénanáthája. Ezért az allergént kerülni kell, illetve meg kell próbálni kimosni onnan. Tehát nagyon sok jóga, kriya technika van, légzőgyakorlat, van ez az orkancsó, van a nászja nevű ajurvédikus kezelés, amivel ki lehet mosni a légutakból ezeket a polleneket, és az elég gyorsan tudja javítani. Ugye a dietetika nagyon fontos, az én elvem az az egyéni étrend, ami leginkább növényi alapú, de mindenkinek a személyiségehez próbálom igazítani, és annyit hagyjon meg a szerintem káros dolgok közül, amennyi az ő felfogásába, illetve életminőségében még bele bír tartozni, de mindenképpen fáradozni kell, és mindenképpen többet kell tenni, mint amit az ember a kényelméből adódóan tudni szeretne, vagy tenni szeretne. Helyre kell állítani a gasztroenterális ökológiát. Ez azt jelenti, hogy elsősorban prebiotikumokkal, tehát olyan rostokkal, amelyeket a jó baktériumok szeretnek, és a nyálkahártya ápolásával, másodszorban pedig probiotikumokkal, amelyek képesek kolonizálódni a bélben. A prebiotikumok azért fontosak, mert a baktériumok ezeket eszik. Tehát ez a táplálékuk. Hogyha nem megfelelő rost összetétel van, akkor kipusztulnak, mert nincs nekik megfelelő táplálékuk. És minden baktérium más rostot szeret, tehát általános tanácsként azt tudom mondani, hogy az a jó, ha olyan készítményt fogyaszt mindenki, vagy olyan dolgokat fogyaszt, ami minél színesebb rost összetételt alkot. Aztán van nagyon sok természetes módszer, amivel lehet hatni, például a nagy dózisú vitaminokkal, ugye a C-vitamint, B-vitamint én infúzióba szoktam adni, D-vitamint injekcióban, E-vitamint inkább tablettában, a K-vitamint is lehet injekcióban adni. A ásványokat, nyomelemeket kell pótolni, tehát leggyakrabban hiányzó ilyen allergiás folyamatnál a szelén, a cink, a magnézium. Ezeket ugye szoktuk vizsgálni, és akkor jobban tudja az ember, hogy miből kell adni és mennyit. Aztán az
enzimek, amelyek lebontják ezeket a kóros gyulladásos roncsokat, és vannak gyógynövények. Tehát például az Amor Secco vagy a Pico Preto sokszor néhány tabletta bevétele után robbanásszerűen megszünteti a széranáthás történést, vagy a Cistus Incanus, az a bodorrózsa, az Anamu Abuta, ez is két dél-amerikai gyógynövény, de itteniek közül is ugye a nagycsalán kurkuma is hozzáférhető, bár nem tipikusan magyar gyógynövény, de hozzáférhető, ezeket érdemes használni, és állítom, hogy vannak közöttük, ami működik, az van legalább olyan hatékony, mint az antihisztamin tabletták. A parlagfű kivonata, ugye Daróczi Zoli gyártja, és nagyon sok mindent tud róla. A parlagfűvet ugyanis lehet úgy dozírozni és úgy előállítani, hogy az nem allergiát okoz, hanem allergiát szüntet. Aztán vannak fizikális eljárások, például az ajurvédából, ez a nászja például, vagy az illóolajos inhalálás. Aztán van az akupunktúra, neuráterápia, amivel lehet szintén tüneteket csökkenteni, vagy a saját vérkezelés. Aztán van az én fajta sötét látóteres mikroszkópiára Enderline által kifejlesztett terméksor, ez a Ruberkél, Notakél, Pefrakél, Fortakél, Sankombi, Utilin, Rekarcin, és a homeopátiának nagyon sok terméke van, amit vagy személyre szabottan, vagy pedig a kiváltó ágensre mérten hoznak létre nozódaként, izopátiás szerként. És hát ugye a vastagbél tisztítás az nagyon jó a nyálkahártyák és a bőr megnyugtatására. Ez a kolonhidroterápia, ehhez sokszor keverünk valamilyen gyulladáscsökkentő anyagot, vagy probiotikumot, és esetleg gyógynövény teát. Ezzel lehet fokozni. A vastagbél nagyon szorosan összefügg a nyálkahártyákkal és a bőrrel. Aztán a stressz csökkentésnek nagyon nagy jelentősége van. Ugye az allergia sokszor akkor támad, amikor leginkább stresszes az illető, és nem tudja kezelni a stresszeit. Jó, azt hiszem, hogy az időm elszaladt, és az utolsó etapot, ezt a miként lehet egészséges életet tervezni, ezt majd máskor elmondom. A súly, a mozgás, az alvás, az életfilozófia minden esetre alapvetés az egészséges élettervezésekor. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Azon gondolkoztam, hogy mikor fogjuk már látni, ahogy Józsi barátom beírta ide a COVID-19 chemtrail a tankönyvekbe, mikor kerül be így, hogy mit okozhat, mert most már lassan ide kéne eljutnunk, hogy erről is kéne tudni, hogy mi. A parlagfűről csak egy megjegyzés lenne, gyerekeknél figyelték meg, amikor kimennek Pestről a természetbe, a parlagfűbe ott hemperegnek egész nap, senki nem tüszköl, nincsen semmi. Hazafelé jönnek a villamoson, és elkezd folyni az orr, és elkezd csöpögni minden, és jön az allergia. Ugyanis, ahogy te mondtad, az üzemanyagokban van olyan anyag, ami lebontja a parlagfűt, úgy kell elképzelni, mint egy tüske csomó. De van egy védőréteg rajta, ami mi megvéd, és hogyha belélegzem, megeszem, bármit csinálok, nem okoz semmit. De ezt a védőréteget leoldja róla, az az üzemanyag, gáz mennyiség, ami benne van már egy nagyvárosban. Tehát így kell elképzelni. A parlagfű csodálatos dolog, úgyhogy azt mindenkinek ajánljuk, hogy legyen. És akkor következne a következő előadás. Horkovics János kollégámat kérném meg, hogy a chemtrailről meséljen nekünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még mielőtt hozzákezdenék az előadásomhoz, van egy bombasztikusan jó hírem. A WHO nem fogja aláírni a szerződést, ugye most jelent meg a híradásban, hogy olyan kevés ország volt hajlandó aláírni a szerződést, hogy most lemondtak ennek az aláírásról. Ez egy óriási győzelem. Én egy kertes házban lakom, és ennél fogva minden nap lehetősége van fölnézni a gyönyörű szép kék egünkre, és azt látom, hogy az utolsó pár évben több mint 10 éve, hogyha fölnézek, akkor tele van csikokkal az ég. Ezt gondolom mindenki közülünk tapasztalja.
Nagyon erősen meg kell különböztetni egy chemtrail csíkot, amit kb. 30 kilométeren keresztül lehet követni az égen, egy egyszerű kondens csíktól. A kondens csík az általában a repülőgép után megjelent kis vonalka, ami pár percen belül eltűnik. Ugye ezt nagyon sokan konteónak, vagy összeesküvés elméletnek tartják, hogy itt minket chemtrail csíkokkal mérgeznek, de erről már időközben olyan sok bizonyíték van ezekről a chemtrail-es mérgezésekről, hogy ez most már nem kérdés, hanem ez tény. Én körülbelül egy olyan 4-5 évvel ezelőtt, vagy talán 4 évvel ezelőtt tartottam egy előadást erről a Nexus televízióban. Vittem magammal egy csomó felvételt a chemtrail-ekről, és úgy döntöttem, hogy én komolyabban utána nézek, hogy mit lehet erről a chemtrail csíkokról megtudni. És rátaláltam egy professzor dr. Dieter Klinkhartra, aki egy Amerikában élő, de német származású tudós, illetve tudós, általános orvos, de hát végül is tudós. És őneki a rendelője a Microsoft cég és a Boeing cég között a félúton található, tehát neki mind a két cégből elég sok betege van. És azért ő ezt aztán sikerült neki föltérképezni, hogy mi van ennek a chemtrailnek a hátterében. Körülbelül 2020-ban elment a családjával Svájcba síelni. Ezt követően ott gyönyörű kék volt az ég. És ezt követően egy pár héttel később elment a Fekete Erdőbe, Németországba síelni az egész családjával, és ott viszont az ég teljes mértékben össze-vissza volt csikozva. És a kislánya, akinek soha nem volt köhögési rohama, teljesen egészséges gyermek volt, itt a síelés közben borzasztóan elkezdett köhögni. És a Klinkhart professzor is érezte, hogy valami szorítja a torkát, tehát úgy döntött, hogy megnézni, hogy mi van ennek a hátterében, és vitt magával hót a hegyeknek a felületéről, és ezt a havat megvizsgáltatta, és kiderült, hogy ebben a hóban 20 000-szer magasabb volt az alumínium szint az engedetnél. 20 000-szer. De mivel neki is problémája volt a torkával, elment Kamba. Kamba vért vetett magától, és megállapították, hogy az ő vérében 120-szor több az alumínium az engedetnél. Tehát itt egyértelmű bizonyítás nyert, hogy azt, amit szórnak ránk, az tömve van alumíniummal. Na aztán ő 2021-ben, augusztus 18-án el tudta érni, hogy Svájcban a esőnek a vizét megvizsgálták, és ebből a vízben 4000-szer magasabb volt az alumínium szint az engedetnél. Na most nyilván, hogyha az esőbe vagy a felhőkbe, nyilván az alumínium nem a földből került föl, hanem a felhők fölötti szórásból került bele az esőbe. Na ezt követően elkezdte egy folyamatot, elindított, hogy megvizsgálják precízen, hogy mik vannak ezekben a chemtrailekben, és kiderült, hogy csupa nehézfém van, illetve olyan anyagok is vannak benne, amik ettől egyik mindenik mérgező. Ez az alumínium, bárium, nikkel, stroncium, urán lebomlási termék, tehát még rádióaktív anyagokkal is szórnak minket, és azon kívül baktériumok, vírusok és gombák is találhatók voltak benne. Na most, mivel hogy a Microsoft és a Boeing cég között van neki a rendelője, mind a két gyárból elég magas rangú emberekkel volt lehetősége megismerkedni, és a Boeing cégből megismerte azokat a mérnököket, akik a repülőgépeket átépítik olyan szinten, hogy kiveszik belőle a székeket, és hatalmas tartályokkal teszik tele a repülőgépeket. Én ezekről hoztam egy csomó fényképet, majd a végén levetítem egymás után ezeket a képeket. Na most kiderült az, hogy ezek a chemtrail szórások, ezek az amerikai hadseregnek a műve. Azt tudni kell, hogy az amerikai hadsereg fölött van még egy teljesen titkos szervezet, ami nagyon, szóval nem nagyon kontrollálható az amerikai államtól se. Na most ez a szervezet, ez egy
népirtás hajt végre 42 országba, köztük a Magyarország területén is. Ezeket úgy érték el, hogy az adott országnak az államvezetősége aláírta a szerződést, hogy ebben az országban lehet szórni. Tehát olyan államvezetősünk van, aki engedélyezte a nemzetünknek az írtását. Ezt azért jó lesz megtartani az eszünkben. Na most ez a szórás az úgy megy, hogy ezeknek a nehéz fémeknek a nanonagyságú partikulumait szórják le a földre. Majd mutatok repülőgépeket, hogy milyen módszerrel csinálják. De ezeket a nano részecskéket ráépítik üveggyapotra. Na most ez a üveggyapot, amikor ezt kiszórják a légbe, akkor ez körülbelül 7 napon keresztül fog lepotyogni a föld felszínre. Először természetesen egy ilyen fátyol felhőt készít az égen. Ez a fátyol felhő, ez valóban képes arra, hogy a napnak a sugarait valamilyen szinten megszűri, tehát kevesebb napenergia fog kerülni a földre. Ezt ugye ennek mentén úgy is reklámozzák az egészet, hogy ez geoengineering, tehát időjárás befolyásoló tényező, így nevezik. Ezzel húzzák elő azt a elképzelést, hogy esetleg minket mérgeznek, ráhúzzák erre a geoengineeringre. Na most valóban van ilyen hatás, mert hogyha ez a üveggyapot leesik a nanopartikulum nehézfémekkel, ráesik a tengernek a felszínére, akkor a tenger felszínén létrejön egy nagyon-nagyon vékony üveggyapot réteg, ami 40%-kal csökkenti a tengereknek a kipárolgását. Tehát ezzel is már el lehet érni a földünknek a kiszáradását. De ezzel a technológiával mind a területünknek a kiszáradását, mind árvizeknek a létrehozását el lehet érni. Persze ez már egy kis harpnak a hozzájárulása is kell. Nem tudom, biztos emlékeznek, 2 évvel ezelőtt Magyarországon 4 hónapon keresztül egy csepp víz nem esett le az égből. Na most a Kárpát-medencére ez nem jellemző, hisz a Kárpát-medence ez egy olyan geológiai egység, ahol a magas hegyeknek a következtében mindig adott egy bizonyos páratartalomnak a lecsapódása a földünkön, tehát itt normális körülmények között ilyesmi nem alakul ki. Ezt nyilván művileg csinálták. Na most ez a professzor Klinkhardt, ez összejött egy svájci doktornővel, egy orvosbiológussal, úgy hívják, hogy Petra Wichel, és ez a Petra Wichel az egyik ilyen riportjában elmeséli, hogy nem csak az égből szórnak minket gyilkosszerekkel, hanem a gyógyszeripar is kitesz magáért, ugyanis pillanatnyilag 300 olyan tabletta található a európai gyógyszeripar termékei között, amelyek nehézfémeket tartalmaznak. Emellett természetesen már sokat volt szó a gyerekoltásokra, szinte nincs olyan gyerekoltás, ami vagy alumínium, vagy higan ne lenne benne. Ugye ezeket beteszik úgy, hogy tartósítani tudják azokat a kémiai elemeket, amivel az immunizálást okozzák. Na most ugye azért tudni kell, hogy ez a rengeteg alumíniumot, amit bevisznek a gyerekeinkbe, mivel hogy egy-másfél év után már olyan sokáig nem alakul még ki az véragygád, tehát ezek a nehézfémek minden korlátozás, minden védekezés nélkül bekerülnek a csecsemőnek az agyába, és ezek neurotoxikus, tehát idegsejtkárosító anyagok. És ezért van az, hogy Gusó a doktor tartott egy előadást, és ő mondta, hogy körülbelül 2026-ra Magyarországon több mint valószínűleg minden csecsemő már autista lesz. Most gondolják el, hogy ez a társadalom fölnő, autista emberekből álló társadalom az összeomlik. Az nem tudja megszervezni magát, és nem is tudja vezetni magát. Tehát itt a nemzetünknek egy intellektuális jellegű kiirtása zajlik. És nem csak ezen a szinten, csináltak egy másik vizsgálatot, és is kiderítették, hogy a gyermekeinknek a 30%-a funkcionális analfabéta már. Ez is ennek többek között az oltásoknak, de a chemtrailnek is köszönhetjük. Ugyanis ez a funkcionális analfabetizmus azt jelenti, hogy ha elolvasnak ezek a gyerekeket szöveget, nem tudják értelmezni. És ami számomra megdöbbentő volt, hogy a felnőtt lakosságnak 20%-a funkcionális analfabéta Magyarországon. Tehát itt is tetten érhető a nemzetünknek az intellektuális kiirtása.
Na most mit okoznak ezek a nehézfémek? A nehézfémek gyerekkorban okozzák az autizmust. A felnőtt embereknél brutálisan megemeli a rákosodásnak a valószínűségét. Az idősebb korban viszont nagy felelősséggel bírnak a Alzheimer kornak a létrehozásában, tehát az öregkori elbutulásban. De akkor meg kiderült, hogy támadják a kötőszövetet, tehát az izületeinket, támadják a hasnyálmirigyet, meg a pajzsmirigyet is. Tehát rengeteg betegséget okoz. A Wichel professzor asszony meg a Dieter Klinkhardt beszéltek az egyik előadásokban, hogy hogyan lehetne ezeket az anyagokat kivenni a szervezetből. Az első előadás, amit hallottam tőlük, az kb. 5-6 évvel ezelőtt volt. Ők akkor annak idején ajánlottak egy Oroszországból beszerezhető gélt, enteros gélnek hívják ezt az gélt. Ez egy nagyon olcsó szer. Annak, hogy Oroszországban nagyon olcsó, a magyar nemzetközi patikában igencsak borsós áron lehet hozzájutni. Ez gyakorlatilag egy íztelen, szaktalan gél, amiből, hogyha az ember naponta bevesz egy kis kanállal, akkor ez egy pár hónap alatt kiszedi belőlünk a nehézfémeket. De Japánban van egy kórház, amit egy dr. Kazuhiko Asai vezet, és ez a kórház ez csak szerves germániummal kezel. Fantasztikus eredményekkel. Ennek utána, mivel hogy a szerves germániumot Európában nem hozzák be, vajon miért nem? Az én saját feltételezésem az, hogy a gyógyszermafia nem engedi meg, hogy behozzák Európába, ugyanis ez a szerves germánium túl sok betegséget tud meggyógyítani, és ebben nincs biznisz. Ugye, mert hogyha valaki mondjuk rákos lesz, vagy valaki cukorbeteg lesz, ugye azt lehet 10-20-30 éven keresztül kezelni, óriási pénzeket fog így szerezni a gyógyszeripar. Ha hozunk egy olyan anyagot, ami egy-két hónapon belül valakit meg tud gyógyítani, ebben is profit. Na minden esetre ez a japán kórház, ez kiadott egy könyvet japán, angol és német nyelven, hogy milyen eredményeket lehet elérni szerves germánium kezeléssel. Ez az anyag ez képes 3 hónap alatt az összes szervezetünkből kiszedni a nehéz fémet. Ugyanis ez az anyag, ez egy félvezető molekula, és ebből bevesz valaki egy kapszulát, ez 20 órán belül kiürül a testünkből, a vesén keresztül, és mivel a félvezető tulajdonságának köszönhető, úgy viselkedik a szervezetünkben kicsit, mint egy mágnes, és esetleg ezeket a nehéz fémeket egyszerűen magához rántja, és viszi ki magával a vizelettel. Tehát napi egy kapszulával, akár 3 hónap alatt teljesen tehermentesítjük a szervezetünket. Nyilván az elvtársak nem hagyják abba a felülvaló szórást, tehát talán ajánlatos 3-4 évente egy ilyen 3 hónapos kurát megismételni. Most még levetítenék önöknek egy pár fényképet, hogy lássák, hogy körülbelül mit lehet elképzelni. Nem tudom, ezt ki lehet nagyítani valahogy? Tehát itt lehet látni egy normális repülőgépet, ami húzza maga után a kondens csíkot. Ezek a csíkok általában egy néhány perc után eltűnnek. Ha most rámegyünk a kemtereles csíkokra, akkor ilyen egeket lehet látni. Ugyanazt kell csinálni, ugye? Igaz, minden egyes képnél. Hát én ezekkel a gyönyörű felhőképekkel minden nap találkozok. Pomázat meg Budapestet nagyon szorgalmasan szórják. Tehát ezektől kapjuk meg minden nap ezeket a alumínium, bárium, nikkel, stroncium, urán lebomlási termékeket. Hát gondolhatják, hogy ez hosszú távon mit csinál a szervezetünkkel. Hát csak így példaként hoztam egy pár képet, hogy szegyezzük meg. Itt lehet látni friss kemtereleket, ezek a vékony csikok. Ezekből körülbelül egy óra alatt megy itt szépen szét, és akkor kialakulnak ezek a vastag, már ilyen majdnem, hogy bárányfelhőszerű csikok. Hát ezekből vannak olyan napok, hogy 20-30-40 ilyen csikot lehet látni az égen, és teljesen beborítják az eget. Hát ez megint csak egy olyan, itt már lehet látni, hogy szétterjedt az égnek a jó részén, tehát itt a napot is már csak ilyen szűrt formájába fogjuk látni az égen. Na ez egy nagyon árulkodó kép, mert ugyanis az a pilóta az egy darabig kiiktatta a szórást, és
akkor lehet látni, amikor kikapcsolta a szórát, gyönyörűen szép, ott van egy üres szakasz, aztán eszébe jutott, hogy be kell kapcsolni, akkor visszakapcsolta. Tehát ez, aki azt hiszi, hogy ez Conteo-ról van szó, hát csak meg kell nézni a képet, teljesen egyértelmű, hogy nem lehet kondenssík, mert a kondenssíkot nem lehet kikapcsolni. Az folyamatosan megy a repülőgép után. Igen, na most ez is egy nagyon szép kép, ugye itt szinte párhuzamosan keresztül kasul lehet látni, hogy és ilyeneket naponta lehet látni, pláne Budapest fölött. Hát itt is már gyakorlatilag már a nap lehet látni, már csak szűrt fénnyel jön át hozzánk. Na most ez az a dr. Dieter Klinkhardt, aki először sikerült analízist csinálni a chemtrailekből a hó segítségével. Azt tudni kell, hogy az Európai Unióban a nehéz fémeknek a mérése a levegőből tilos. Nem engedik meg, hogy az országok ki tudják mutatni, hogy mennyire mérgeznek minket. A következő fényképen fogják látni a svájci orvosbiológus asszonyt, aki a gyógyszeriparba állapította meg, hogy pillanatnyilag 300 olyan gyógyszer van Európában forgalomban, amelyek alumínium tartalmú. Tehát mind a levegőből, mind a földről mérgezik az emberiséget. Most itt lehet látni azokat a tartályokat tartalmazó repülőgépeket. Nincs benne szék, hatalmas tartályok. Aztán, hogyha tovább megyünk, még lesznek ilyen tartályos, különböző tartályok vannak benne. Rajta van a maszk, pedig hát itt nem Covid ellen kell védekezni, nyilván a mérgező anyagok ellen védekezik. Itt lehet látni repülőgépeket, amiken láthatók ezek a szórófejek. Itt egyiken lehet látni oldalról, ugye ezen a képen. Itt is egy csomó szórófej az repülőgép oldalán. Itt is egy különböző, valami egy másképp kinéző szórófej. Na ez is egy jellegzetes szórófej, ezt a repülő végére teszik rá. Na és itt van egy olyan kép, ahol a drágalátos Angela Merkel, aki ugye zsidó létére mindent megtett, hogy Németországot tönkre tegye, sikerült is neki. Itt éppen bemutatják neki a chemtereles palackokat a repülőgép belsejébe, nagy örömére, mert ezt követően folyamatosan szólták Németországot. Na és itt van még egy esőt előidőző szórás, ahol fölülről rászólják a felhőkre a nanopartikulumokat, és akkor ezek úgy kondenzálják a vízmolekulákat, hogy aztán ilyen esőformájú rázudul a területre. Most a Bill Gates-el kapcsolatban még egy érdekes dolgot kell tudni, hogy a Bill Gates maga javasolt az amerikai kormánynak egy olyan összetételt, amivel ezt a mérgezést még hatékonyabban lehessen végezni. Nyilvánossá is ez megjelent különben a interneten ez a hír Bill Gates-el kapcsolatban. Különben Bill Gates-ről egy dolgot érdemes tudni, a családjának a hátterét. Ugye a Bill Gates az a Microsoft segítségével egy óriási vagyonra tett szert, és aztán neki nem volt nehéz megvásárolni a WHO-t. Ugye kb. 80-85%-ban az ő kezében van a WHO, tehát gyakorlatilag ő az az ember, aki diktál. És ugye beszerezte maga mellé egy etióp tömeggyilkost, a Gebreyesust, akivel közösen el akarták volna, hát most nem tudom, reméljük sikerült megakadályozni, de el akarták indítani az egészségügyön keresztül egyrészt a világnak a irányítását, másképp más szempontjából a tömegírtást. Most a Bill Gatesnek az édesapja az az Amerikai Egyesült Államokban az Eugenikus Központnak a elnöke. Tehát egy olyan szervezetnek az elnöke, akik már évtizedek óta azon dolgoznak, hogy hogyan lehet írtani az embereket. És a nagyapja, az viszont még az első világháborút követően a spanyol náthának az elterjesztésében a Rockefeller intézeten karoltve dolgozták ki azt az oltóanyagot, amivel az amerikai katonákat beoltották,
és így terjesztették szét a spanyol náthát, amiben különböző adatok szerint 20 és 50 millió embert sikerült megölniek. Tehát ez egy ilyen család. Tehát ahol a Bill Gatesnek benne van a keze, ottan nagyon kell félni attól, hogy itten gyilkolásház történik. Ezt akartam röviden önöknek elmondani a Chemtrailről. Valamilyen szinten össze kéne fogni, hogy ezt megakadályozza, nem lesz könnyű dolgunk. Még egy apróságot szeretnék itt meghirdetni, hogy június 22 és 26 között szervezünk egy olyan, hát egy konferenciát, ahol a Közép-Európából meg fogjuk hívni az összes alternatív médiának a képviselőit, az elnökeit, hogy egy közös stratégiát dolgozzunk ki, mert ugye a fősodratú médiáknak nem lehet hinni, és ezeknek be akarjuk mutatni a Szent Korona jogrendszernek az alaptételeit, azzal a kéréssel, hogy ők is tegyenek hozzá valamit, hogyha látnak valami hiányosságot, akkor mondják meg, hogy mit tartanának még jónak, hogy ebbe beépítsük, és reményeink szerint egy 2-3 napos konferencia után egy olyan konszenzus tudunk létrehozni az összes környezeti áramlatnak az alternatív médiának az vezetőségével, hogy el tudjuk indítani a Szent Korona jogrendszernek a exportálását Európába. És akkor talán sikerülni is fog Magyarországnak ez a dolog. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük Jánosnak. Néhány mondatot mondanék erről. 2014-ben több mint 100 városban meghirdették a Chemtrail elleni tüntetést. A Petőfi csarnokban volt, én ott voltam. Két fiatal fiú indította az egészet. Nem tudom, hogy emlékszik-e rá valaki, vagy ki volt ott. Jó. Meghívták a honvédelmi minisztert, a kormányból néhány tagot, senki nem jött el. Egyedül Posta Imre jött el, aki századosként vegyvédelmi, így van, köszönöm. És ő mondta el, egyedül egy órás előadást tartott, hogy mi ez az egész. Utána mi ezt folytattuk, kb. Egy hónap múlva a városba meghirdettünk egy Chemtrail ellenes tüntetést, ahova nem fogjátok elhinni, az egyetemről kivonultak ellentüntetők. Tatár József, aki egyébként benne van a mozgalmunkba, ő eljött erre, és azt mondta, hogy ő még olyan tüntetésen nem vett részt, ahol ellentüntetők is vannak. Hát ez Magyarország. Senki nem vette a fáradtságot, hogy szóba álljon velünk, és a mai napig nem lehet beírni sem az EU-ba. 2015 körül mondták azt, hogy 1500 beadvány van az Európai Unióba erről az egészről. Egyetlen egy visszajelzés nem volt, sem válasz, sem tárgyalás. Én a Móricz Zsigmond körtéren találkoztam parlamenti képviselővel, és megkérdeztem tőle, hogy mit tud erről, és közölte, hogy igen, tudnak erről, sőt a baráti köréből van pilóta, aki havi, ez 2015-ös adat, havi 1,5 millióért csinálja mindezt. Köszönöm, ennyi. Még egy-két érdekességet mondok ezzel kapcsolatban, én is csak, hogy el tudjuk képzelni. 1 gramm alumínium nanoméretűre ledolgozva 200 négyzetméteren biztosít víz megkötést fönn az égben. 200 négyzetméter, tehát hatalmas mennyiségű vizet tudnak visszatartani ezáltal, hogy alumíniumot így. Na most gondoljuk be szintén, hogyha nanoméretű alumíniumba 1 gramm bekerül az emberi szervezetben, 200 négyzetméteren tud kárt okozni. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolgok ezek, és még egy dolog, most fölmerült a fátyol felhő, korábban sose hallottuk, csak gyerekkoromban, elkezdik mondani, mert ezt a Chemtrail okozza. És hogy az embereknek természetes legyen, ezért ez van. A pápa veretett érmét nem csak az oltásokkal kapcsolatban, hogy patronálja az oltást, ott van rajta, a vállába oltják a gyereknek, hanem a Chemtrailre is megrajzolták a lepülőn a csíkokat, mintha természetes folyamat lenne. A WEF-fel, a Világgazdasági Fórummal együtt dolgozik. De most a Világgazdasági Fórumban meghalt Klaus Schwab, még azért nem mondják, még csak azt mondják, hogy leváltják, de szerintem 100%, hogy meghalt.
Tehát megint jön egy változás, ami megint segít egy kicsit majd pozitív irányba, mert még egy ilyen idiótát nem fognak találni, mint ez volt, aki befolyásolja, és akkor lehet, hogy jobbra fordulnak a dolgok. Jó. Bezárnám lassan. Fontos? Mondjuk. Klaus Schwab, mikor megalapította a WEF-et, akkor azt mondta, hogy az ő posztja, illetve le van írva, hogy az ő posztja csak addig tart, amíg ő él. Jó, lehet. Lehet, de nyilván meglátjuk. Ezért nem akarják azt mondani, hogy meghalt, de meghalt. Na, összegezve a mai napot, köszönjük az előadóknak, köszönjük a megjelenteknek, hogy itt voltunk. Közösségben voltunk, közösen tényleg meg tudtuk beszélni. A gyerekoltásokkal kapva konkrét programokat kapunk majd. Tehát hogy lehet elkerülni, tehát nagyon jó volt, hogy eljöttünk, ezt majd próbáljuk propagálni is. Látjuk, hogy az egyéb dolgokról is, a KEMTE-ről is mindenről van hasznos információ. Valahogy ezt meg kéne támadni Magyarországon, össze kéne közösségeknek fogni a KEMTE-jel kapcsolatban. Bírósági ügyet kell belőle csinálni, hiszen igazolható, konkrét méréseink vannak, lehet kérni bármikor, amikor a homokfelhő jön, mikor legutóbb is volt, a homokfelhőt legérdemesebb vizsgálni. Boszniában csináltak olyat, hogy elmentek ugye Szaharába, vettek szaharai homokot és vettek az ottani homokot, és átlagban 700-szorossal volt több minden. Például a nikkel 2450-szer volt több, mint a szaharai homokban. Tehát ez igazolható, tehát ez is megbuktatható, jó? Akkor köszönjük szépen a megjelenést, és kívánunk mindenkinek minden jót. A Teremtő Isten áldását mindenkire!